Remélem. Remélemesen megérkezik mindenki. Minden igaz, akkor most jónak kéne lennie a képnek. Se nem túl sötétnek, se nem semminek. Bocsánat, leaktam a tévét. Ez bele fog hallatszódni. No. Igen. Tolok picit. Jó. Így. És itt is van előttünk Pleasant Valley. És a csodálatos kép és az a szedán, amit nem találunk meg a játékban. Nyomok egy csetet. Arra úgy már lehet, hogy folyik az akció, csak én nem tudok róla. Na, akkor mindenki kész. Jó. Remélem, nem tudom mikor jött ez az üzenet. Ez az én készülék, ez most jött, ugye? Nem, még a nézőszámban nem látszik, de van, hogy nem látszik előre. Na, zsíros. Szóval, let's go. Még előtte annyit szeretnék elmondani, hogy úgy néz ki, hogy elvetettem a magjait annak, hogy legyen szép kinézete mindennek, és jó kinézete. Remélhetőleg minden a terv szerint fog haladni, és az elkövetkezendő másfél hónapon belül már normális streameket fogok tudni csinálni. Még van egy bukkanó, ami nagyon kérdéses. Én úgy gondolom, hogy ezt meg fogjuk ugrani, mert technikailag úgy lenne logikus, de várjuk ki a végét, de úgy néz ki, hogy másfél hónapon belül mindennel kész leszünk. És még egy dolgot el kell intéznem majd ahhoz, hogy legyen baszó környezet. Üdvözlet közben a másik nézőnek is. 11 kilót el kell dobnunk. Közben remélem, hogy a delay az nem nagy. Hát számomra nem. Például a webkamera és a mic-nak a hangképe az eléggé csúszik. Azt nagyon szeretném megszüntetni, és ahhoz ez az egyik járható útvonal. És ha minden igaz, akkor ezt meg fogom tudni oldani. Köszönöm a felkiáltó jelvodat, volt kommandot. Itt utol tudsz minket amúgy érni. Köszi, és akkor képzeld el, hogyha még ennél is jobb lenne. Mert most ugye csak Xboxra tudok streamelni. Kezdem válogatom a ruhákat. Szóval csak Xboxról tudok streamelni, viszont azokkal a dolgokkal, amiket most beszerzek, az a... Szevasz, Kende! Igen, napról napra megy a fejlődés, és próbálok még többet fejlődni. Azt lehet, hogy hallottad egy részét, hogy és miként. Úgyhogy... Köszike! Szóval, hogy igen, hogy ennél még jobbat, még többet szeretnék. Hogyha már van ember, egy-két ember, aki nézi, akkor már érdemes valamit tenni a dolg az ügy érdekében. Na, közben így dobálgatom ki a cuccokat, ami nem fog kelleni. A kést azt amúgy szerintem meghagyom, mert az biztos kelleni fog. A lámpát azt viszont újra töltem. Viszont nem találkoztunk Metal Scrap-pel az elmúlt időszakban. Reméljük az elkövetkezendőkben fogunk.
Úgyhogy szí. Na, nem tudom, hogy ez a gomba, ez szerintem amúgy is. Jaj, a ruhákat akartuk tényleg megcsinálni. Majdnem elfelejtettem. Úgyhogy hát haladunk, amennyire tudunk. Mi van, amit akartam ezzel kapcsolatban? De, ja. Ja. Én meg ráadásul szerintem egy kisebb szobából indulok, mint egy garázs. Egy autó talán beférne ide. Úgyhogy, hát majd meglátjuk, hogy lesz rá igény. De a minimumot próbálom hozni, az nem sok befektetés. Legalább annak, aki nézi, annak még minőségi tartalmat tudjak valamennyire biztosítani. Na várjál, ez 96%, az jó lesz úgy. Úgyhogy, bazony. Na. Várjál, nem sikerült a repairing. Nos. Most viszont elég sok el fog tűnni Clove-ból. Úgyhogy... Na. Jaj! Közben ránk sötétedett amúgy. És ez a kérdés. Nem biztos, hogy a Storm Lantern-t azt annyira ki akarom műteni, főleg ha csak félig van. Majdnem félig, úgyhogy lehet, hogy ledobok egy flare-t amúgy. És akkor most tudunk dolgozni. Flare az úgyis eltart egy ideig. Igen. Akkor most úgyis nézem, hogy mi kell. Mit kell fejleszteni. 92 az már elég lesz. Erre is dobunk egy keveset. Oké, és... Úgyhogy, ja. Várjál. Fuck. Ez a fény, ez elment. Amúgy, várjál, itt nem szokott lenni olyan Borealis, Aurealis-os fénybisz... lófasz, izé. Majdnem akartam kérdezni, hogy hol van a seblámpánk, aztán rájöttem, hogy ez a csávónál volt. Csajszi van, nincsen. Lantern fuel-t viszont kéne találni. Ezt adnám. De... Szóval átnéztük már az egészet eléggé tüzetesen ahhoz, hogy ne legyen. Sehol. Na jó, akkor viszont azt mondom, hogy ha már így szépen ránk sötétedett, és tele vagyunk egy csomó cuccal, akkor ledobom az ágyat, és akkor nyomunk egy szunyát reggelig. Aztán majd meglátjuk. Hát ez nem elég világos. Dobok még rá 3 órát. Na, még 2. Üdv közben a 3. nézőnek is, aki vagy heavy, vagy nem tudom. Őre tippelek. Na, ez már valamennyire talán már kezd fényes javanzsálódni. De... Jó, mindjárt iszonyú ki van. Most azért egy kis vizet is kéne, hogyha már 5 liter nálunk van, basszus, akkor fogyjon valamennyi. Azért van nálunk, hogy... Az, hogy nem kapcsoltam ki a lámpát. Az a baj, hogy még nem tudom kitenni, mivel hogy Xboxon vagyok, és Xboxon van facecam-em. De pont azt mondtam az elején, hogy ha minden jól megy, akkor egy másfél hónapon belül megérkeznek a felszerelések, és akkor fogok tudni normálisan OBS-ből streamelni. És akkor már mindent meg fog tudni csinálni, úgyhogy... Yep. De amúgy... Ilyen az alap Xbox stream
Twitch, minden lófasz alkalmazás, szóval csak azt tudtam kiválasztani, hogy melyik pozícióba tegye, szerintem legszerűbbre nem fogja sohasem kitenni. Úgyhogy a... Na várjál, most már látok valamit. Ez azt jelenti, hogy jön fel a nap. Hát ki is pihentük magunkat, bár úgy tudom, hogy messzire nem kell most mennünk. Bár ezeket ezért a kesekért elmegyünk. Toltélz. Sasquatch. Te jó Isten, mennyi tudsz van itt? Ja, nem baj, nem para. Hú. Úgy nézem, hogy sok felé kell itt még mennünk. Amúgy, hogyha... Aha. Igen. Én is majd oda fogom pakolgatni, vagy nem tudom, majd elgondolkozok a zöld háttérem, mert van egy itthon, csak ahhoz be kéne fényelni a szobát. És az még... Az még egy komoly dolog, de van itthon valami fény. Úgyhogy majd meglássuk, hogy mi lesz, és akkor lehet, hogy még jobb lesz. Igen, kedden egyik jó haverom. Real life jó haver. Nem azért, hogy... Na, érted, Gábor. Mert igen? De mert ők is Twitch-en keresztül, nem úgy Twitch-en, hogy az Xbox Twitch alkalmazáson keresztül tolják. Mert abban nem vagyok biztos. Mert lehet, hogy ők Capture Card-dal dolgoznak gépen keresztül, mert én is úgy fogok, ugye, amikor megjönnek a cuccok, tehát Xbox gépet fogtok látni, viszont a facecamomat már PC-re fogom tolni. Azt meg OBS-be úgy helyezem, hogy szeretném. Viszont nem tudom, hogy ők Xboxról... Aha. Ja. Úgyhogy, ja. Várjál, közben itt én is próbálom fenntartani, hogy mi hogy történik itt jelenleg. Ja, javítani akartam közben. Szóval igen. Tehát én sajnos még nem OBS-ből tolom, hogyha onnan fogom tolni, akkor én is ki fogom tudni már mindenhol rakosgatni. Igen... Erre mi volt? Ja. Arrow. Amúgy már a borítóképen coveren is ott van az így, úgyhogy kurva kíváncsi leszek, hogy mikor fog megjelenni. Azzal akkor átlevünk be az a farkasoknak a szemek közé, hogy összehúgyozzák magunkat. Szóval, ott tartottunk, hogy ruhát kéne megcsinálni, csak közben itt mindenről is elbeszélgettünk, ami nem probléma, örülök neki, hogy ennyien vagyunk, és tudunk beszélgetni mindenről. Úgyhogy főleg, hogy nem egy ilyen pörgő szituációban mondjuk most, nem próbáljuk magunkat összeszedni. Mik vannak még itt? Tudom, 80%-os pú... Értem. Elfogyott a klaff. Akkor ezek viszont így maradnak. Viszont szépen süt kint a nap, úgyhogy megyünk tovább. Átnézzük a többi helyet is. Szétlutoljuk a fejünket. Ez az imótoktól még mindig ki vagyok, amúgy kurva jó. Úgyhogy... Nos... Mindjárt meg is nézem, hogy mennyire fényes a fejem most. Mert picit fényeltem kod közben. Na, akkor néztem rá utoljára. Amíg itt töltünk... Ó, jó ez. Ez jó kis pornós fény. Fény. Ja, igen. Körülbelül amúgy én is kb. Erre tudom gondolni. Mert itt tényleg nem tudjuk, hogy még megöltük-e a medvét, vagy nem. Arra mondjuk kurva kíváncsi, hogy az, akit láttunk, az-e. Jó lenne, hogy nem fogynánk szarra a csalja. Lehet, hogy most picit... A ruhákat amúgy itt csinálgattam. És jobb, de nézem, nem. Azt hittem egy pillanatra. Várjunk csak. Itt voltunk. Innen jöttem ki. Jó. Na, ott van a Blue Sedan? Na most már... Nem. Itt kéne lenni egy Blue Sedannak. Másik oldal. Várjunk csak. Nem lehet lemenni, pedig amúgy le lehetne.
Átbaszott a csaj. Nincs itt Blue Sedan. A main menüben meg nem tudunk oda menni. Ennek sincs semmi a trunkjában. Merünk csak? Nem. Tudod, fos. Elbuktuk ezt a meglepit, én úgy érzem. Igen, eléggé kurva nehéz lehet ez az aksi, de azt mivé lehet lebontani, vagy mi a fasz? Scrap lead. Ezt mire tudom használni? Én ezt egyre itt hagyom. Ez 15 kiló, ezzel nem tudom mi a lófasz csinálják egyelőre. Barn mellett? Hát a barnik szerintem nem kell visszamenni, nem azt mondta. Nem azt mondta, hogy egy kijövünk, és akkor itt van. Mindjárt megnézem, várjál. Bemegyünk ide. Mert nem megyünk be, mert akkor loading screen lesz. Szóval, Svaj valami olyasmit mondott, hogy... Várjál. Locate down the line. Az oké. Okay. Trauma. Semmi. Szarrá fagyunk. The car trunk, Molly mentioned. More help from Astrid's mysterious rescuer. It's a local Molly's help can be having harsh wilderness in it. Nem mondja, nem segít. Igen, a bulletre gondoltam én is amúgy. De hát, nem tudom. Mindjárt itt. Arrébb is körbenézek. Hát, most nem veszik fel. Ez ugyan zöld, de belenézünk. Semmi. Offos. De most akkor, aha, most akkor minden car battery-t el lehet majd vinni valószínűleg, gondolom. Hoppá. Pia. És granola bár. Ez a ház is leégett. Úgy is lehet bemenni. Nem. Aha, nézzünk be akkor ide. Csak ezeket a töltőképernyőket nem szeretem amúgy. Nos. Mintha újra miattamban lennénk. Cotton cloth. Most már tudunk egyet legalább akkor javítani. Mi az ott ecset? Ezt az ecsetet mindig benézem amúgy. Jó, akkor ez ennyi. Viszont melegszünk, úgyhogy lehet picit bennmaradunk. Eddig még javítjuk a ruhácskát. Melyiket akartam megcsinálni? Ezt akartam. Csak nem basszuk el az egész napot azzal. Jó. 3 kiló plusz. Együnk, ígyunk szerintem, amondó vagyok. Azt, ami kezd lejárni, azt megesszük, meg megisszük gyorsan. Befejezzük még ezt a kis üveget. Miért? Ejtj el a vézéket, kidobom a keneket. Még el fog felejtődni. Megeszik ezt a maradék húsit, ez nem sok. Iszunk rá jó sokat. Fú, olyan császárhús lettem valamelyik nap, de... Fú, zseniális volt. Csak szokásos ilyen kis, tudod, ilyen kis házi piaci császárhús és tükörtojással meg zöldségekkel. A legjobb kaja a világon. Esküszöm. Mostanában mit szoktunk így ott van néha csinálgatni. Perfekt. Perfekt kaja. Azt kell mondjam. Bár én mondjuk mindig nem tudom, ez az én hülyeségem, én mondjuk olívaolajban szeretem csinálni a dolgokat. Ne kérdezzétek.
Én azt így szeretem. Főleg miután amúgy Olaszországban voltam cserediák programom. Ott csináltak mindent olívaolajban, még rántott húst is vágod. Néztem onnan, hogy mi ez az ilyen... mi az... az ilyen uránium színű hús volt. Mondom, ez mi a halál, érted? Mibe csinálják? Akkor jó étvágyat. szóval, hogy... És ilyen neon színű kis lébe volt, meg neon színű lett picit a hús is az olívaolajtól, de nagyon finom volt. Sőt, ők húslét, húslevest tettek sajttal, azt tettünk. Nagyon finom volt amúgy. Ilyen picit puhább sajt volt, ezáltal könnyebben megolvadt, és konkrétan, igen. és konkrétan sajtos húslevest tettünk. Ami nagyon finom volt, amúgy kis pirítóssal így. Nagyon el tudom képzelni. Úgyhogy, és még ilyen kis, pont az az előétel. Tudod, mi magyarok a húslevest azt úgy esszük, hogy azt így bele mindent. És ők nem. Ők ilyen kis laza előételnek eszik. Tényleg, ahogy mondtam. És wow, nekem nagyon bejött. Volt ott egy-két furcsaság is, meg egy-két jó dolog is. Ami mondjuk az egészségi állapotom miatt nem volt csak jó. De picit nem tetszett a gyomornak, amit kapott. De valószínűleg idegi alapú volt, szóval a kajával nem volt semmi probléma. De hogy fú, mi volt az? Valamilyen zöldségleves, ilyen turmixolt. Turmixolt anyám kínja volt, és az is nagyon adta. Úgyhogy ja. Úgy képzelem, úgy nézett ki, mint egy ilyen bab leves, de mint egy babot így ledarálnak. De volt benne bab is, de nem csak az volt benne, és nagyon finom volt. És persze azt is picit olívaolajjal átkevergetve. De hát én, fú, imádom az olasz konyhát, és ott megőrültem. Ott olyan cuccok voltak. Ott ilyen almás pita tésztájú volt, tehát az almás pita tésztájához hasonlított a pizza tészta, a házi pizza. És raktak rá burgonyát. De azt így talán, azt nem tudom, lehet, hogy meg is főzték előtte. Arra már így pontosan nem emlékszem, de azt így fogták, azt így rádobták. Hát igen, de amit én mondtam, az most az otthoni volt, és az így, mint a kis ujjam. Az vastag tészta volt. És mondom, olyan volt, mint az almás pite. Igen, a spagetti a zseniális. Meg én is picit elkezdtem rászokni arra, hogy nem hagyom olyan sokáig bent. És akkor picit keményebb lesz az al dente, úgy hívják, és nagyon jó volt. Úgyhogy... Ez igen, az olasz pizza amúgy az egy picit más kérdés, az nem tudom, nekem az is bejön. Tesómnak amúgy pizzériája van. Ők ilyen, nem is tudom, ilyen átmenetbe csinálják, tehát hogy ők... nekik vékony tésztás úgymond, de nem az a vékony tészta, ami nagyon vékony tészta, hanem az a, úgy a kettő között. Tehát, hogy a feltétel együtt egy ilyen fél centiméteres van. Az menő mondjuk. Az mondjuk király. És mindegy, tehát hogy náluk ez az ilyen... Jó, igen. Körülbelül a sajtal én is így vagyok néha. De a megfelelő sajta. Az még jó, ha benne van az árban. Ja, hogy úgy. Jó, adom. Attól függ mit, mert én egy idő után ki tudok adni a parmezántól. El vagyok vele, szeretem, de egy idő után sok. Nekem nagyon-nagyon sós. Többi sajtban az a jó, hogy nem annyira olyan sós. Úgyhogy... Hát mondom, mondjuk tesó még úgy csinálják, hogy ez a kettő közötti legyen, és ők ilyen magyarosan, de olaszosan. Hát tesóm 3 nyarat töltött kint olaszban. Úgyhogy... Elég baszú. Hát nézzem, hogy nem mondtam, hogy így beszéltem. MTMT. Itt is voltam.
Jó, akkor most nézzünk körbe, na megint 7 kilóval vagyunk nehezebbek. A keneket nem dobtuk el. A kenetet. Ezt eldobjuk viszont. Ebbe tudok újra tölteni, akkor újra töltem az egész a picsába. Mert a pizzéria vagány, vagy mire gondolsz? Ó, basszus, ez... Aha. Igen. Volt három. Nem egyet mindig hagyok. De várjál, van nem cooking pot itt, a pot is, az is fölöslegesen marha, hagyjam meg. Mert mindig a recycled kentben meg tudjuk csinálni mindent. Szóval, mi van még itt? Valami, aminek kell legyen. Kávét bazdmeg. Ja. Hát nem kint olja, kint volt tesóm. És onnan szerezte a sok tudást, de ő neki kis tartsán van itt. Arrébb picit tőlünk. Még dél, merre? Dél. Nem. Észak-keletre van tőlünk. Úgyhogy de hogy ő... Ja. Ő csak kín volt, most nem kint olja. Úgyhogy... Úgyhogy igen. De nem nagyon, nagyon király, amit csinálnak, úgyhogy... Örülök neki. Na, várjál, mi van itt? Hát kell nézni a ruhákat, hogy mi melegít jobban. Ez nem. Nem. Itt voltunk már. Hát ez meg... Végszükségre elrakjuk. Mert igazából arra jöttem rá, hogy lehet, hogy nem is kell két cipő. Fú, na várjál, ennél viszont sokkal jobb. Hát akkor ezt vesszük fel. Astrid kesztyűje jobb, mint az a kesztyű, ami rajtunk volt a Chavez-szel? Azt mondjuk adom. Jó, akkor viszont mindent átnéztünk szerintem. És a pecoknál nincs semmi új. Aha, akkor minden ruha amúgy mehet. Mehet Harvestre. Egy igazából tesóm így pincérkedni, meg ilyen kis, nem is tudom, szakács segédnek volt kint. Vagy fel se tudja. Mindegy, egy hotelban dolgozott. De nagyon szerette, és visszamentünk egy csomó év után újra. És ott volt a hotel igazgató, vagy hát ugye, akivel együtt tolták, és imádták egymást. Persze halálra szekálták egymást amúgy. És hát zseniális volt, jó volt. Én viszont akkor lebontom ezt a csukát, mert nem fog kelleni. Na. Oda nézi. Tök jól állunk. Viszont van egy-két új dolog, amit szerintem fölvettünk. Vagy aminek kéne egy kis ripper, úgyhogy arra rászálljuk az időt. Jó. Aha. Bazony. Na. Ez egyre jobban néz ki. Tetszik. Minden szép meccsen 100%-ra, vagy hát amennyire tudunk. Jó, amúgy zsír. Megnézem, még egy klófunk maradt, szóval egy ilyen vész esetére fogunk tudni majd. Ja, azért. Ezt néztem, mondom, hogy 60. Hát a gán az 79%-on van, a másik viszont az csak 35. De ahhoz még nem tudunk, ugye... Nincs hozzá olyan cuccunk, amivel meg tudjuk csinálni. Ugye cleanálni kéne, csak nincs firearm. Cleaning kitünk. Úgyhogy ja, a kést akartam még, abba kezdtem bele egy picit sharpeningelni. Mondott ilyen, írt a telefonban, hát én nem figyeltem. Hát az be kéne húzni a picsába, hogy kajak. Hmm.
Hát, hogy vissza kéne majd hozzá oda menni. Kurva sok fele kéne járni amúgy most így. Átgondolva. De nem baj. Egyáltalán nem probléma. Jó, tökéletesen van csiszolva. Meg ezt is megpróbáljuk tökéletesen csiszolni. Ez egy improvised knife, de hát... Legyen az is éles. Haladunk, szépen lassan haladunk, aztán alszunk egyet. Úgyis fáradtak, éhesek, szomjasok vagyunk. És akkor másnap tudunk menni tovább körbenézni még ebben az épületkomplexusban, vagy hogy mondjam szépen, a városban. Aztán meg elmegyünk a többiekért. Igen, a konyhába lehozott kés volt az előző, amit kiéleztem a picsába. Ez az börtönbökű. Amúgy amíg én itt még élezek, hogyha gondolod, nem tudom mekkora lehet a delay. Akkor nyomd újra gyorsan, hogy képbe legyen. Aztán mehet minden tovább, király. És mennyi maradt amúgy ebből 10%? Nem rossz, nem rossz, nem rossz. Scrapmentállal kurva életben találkoztunk. Jó gondoltam. Bench, table. Meg kéne rakni az ágyat. Ja, enni inni kéne. Amúgy. Ó! Ó! Na. Most már minden van. Most már minden van. És talán egy kevesebb helyet is foglalnak. Nem olyan nehezek. Egész jól le is csökkentetik itt a dolgainkat, azt nézem. Na, önni inni kéne. Egyre kevesebb ücsink van. Jó. Úgy mi? Mert ezt szardiniától amúgy ki lennék, nem tudom, hogy nem bírom. Nyugi teát. Jó. Fejezzük be ezt a kekszet, mert úgy is lehet sokat inni. Na, vagy ne fejezzük be, mert túl sok lenne. Na. Egész jó, egész jó. Kivagyunk pihenve amúgy? Nem. De hogy... Nem látok lófas se. És nem bekapcsolva picit, most már próbálom nem bekapcsolva hagyni. Ja, aha. Volt itt valahogy ágy, nem? Bazony. Na itt akkor ledőlünk, amíg ki nem világosodik. Na mi lehet az 5 óra? 6? Csak szépen lassan alszolgatok, hogy ne csúszak a semmire. Elég nagy vihart abban kint, ahogy nézem. Jó, alszunk kettőt. Ez most már így a 8. óra minimum. Vagy 9. Ott is van fent egy ablak. Na, hogy még kettőt. És... Már kezd világosodni, ez már jó lesz nekünk. Azért... A lámpát még kell kapcsolni. Itt átnéztünk mindent. Akkor leave the house.
Amúgy elég jól leküzdöttük azokat a dolgokat, amiket így mondtál, Gábor. Tökre örülök neki. Sikerült a delay-t megszüntetni. Van webcam. Kezd szépen alakulni ugye a dolog. Úgyhogy király. Örülök neki. Ja, itt leírja a hunting knife dolgait. Na. Ez amúgy a legcsodálatosabb rész. Zseniális. Hát ezeknek a készítője amúgy egy zsenik. Tehát így. Nagyon szuper. Ha megint vannak nevek? Aha, ez nem fog jót jelenteni. Szépen lassan, de biztosan. Hát igen. Azért mindent próbálok minél előbb megcsinálni, ami így... ami így megcsinálható. Jaj, közben is felejtettem. Jaj, bocs, macsik. Nem hiányozhat egy fény sem. Na, hol voltunk? Már ez egy templom, nem? Thompson's Crossing Church. Mass on Sundays. De mindenféleképpen nézzünk be. Igen, igen, eladtuk a papnak a rózsafüzét. Nem a templomhoz adta amúgy nekünk. Ja, hogy a felakasztásra, hát szerintem nem kell amúgy sehova. Miért van ilyen kurva sötét? Ennyi nem szűrjük be ide fény. Red. Diocese report. Aztán tudjuk, hogy hogy hívták a másik papot. Hoppá. Még egy kabin. Egyre több ilyen kabinunk lesz amúgy. Azt nézem, hogy... Viszont akkor nem kell legalább többször jobbra-balra mászkálni. Cotton scarf. Hol van? Cloth. Szentett vizet mindenféleképpen elviszik. Ugye megnézik ezt a izét is. Hű. Pleasant Valley History Part 1. Arra nézé. Mit találunk itt? Jók, és ilyen, igen, rendesen. Geografia, igen. Winter Month, aha. Hoppá, el akartam menni. Hát, ez is ad valamit. Velem. Nem tudjuk elvinni a szentelt vizet. Amúgy látja, hogy ez egy szentelt víz automatából volt. Apolat, Church Flyer. The investigation into our missing artifact continues prison. Én már szerintem tudom, mit fogunk ott megtalálni. Ott van az oltáron. Itt van olt. Ja, hogy ez? Hát az nem. Nincs benne víz. Kiszáradt már. Nem tudom zongorázni. Széket nem bontjuk le. Hát ez ennyi. Kifulladt a church. Jaj, egy ilyen szar vicc jutott eszembe, hogy inkább el sem mondom. Üres. Az összes szentség elszállt belőle. Elszállt a szentség, kiszáradt. Már csak ilyen porszentség van benne amúgy. Az akkor... Na várjál! Hogyha a szentelt víz elpárolog, akkor már csak ilyen kis por marad. Akkor az tündérpor. Azt használják a tündérek. Ez meggondolandó. Ez meggondolandó. Na. Itt egy kék szerem.
Nézzünk csak bele. És nyitva van a csomagtartó. Aha. Megvan a kék szedánunk. Azt ez mit segítene, bazdmeg? Sikoltozós kék petárdát adott, baszki. Az majd segít. Ugye, kurva. Odaért a tündérpalos. Jó, van, örülök neki. Amúgy lehet, hogy akkor van valami delay baj, mert így perce mondtam a tündérporos dolgot. Vagy fél perce. Akkor nem feltétlenül. Mert itt voltunk már lent. Voltunk szerintem. Nos. Oda is át kell nézni, nem? Thompson's Crossing. Induljunk el? Aha, most felkelt a naplat, hogy el kéne indulni oda lefele. Hát ha ez nem törik be a raptam, gyorsan átkelekedem. Az meg bassza. Nagyon remélem basszus. Halló? Hop hop. Micsoda? Bank owned property. Hát mi van itt? Mi van? Foreclosure. Mindent a bank így bekapált. Fogadjunk, ebbe is lesz battery. Mi a fasznak? Nem fogok egy 15 kilós izét hordani magammal. Úgyhogy még nincs is hozzá cuccom, hogy be tudjam izé bontani. Holy cow. Na, hogy felfeszítjük te? Hogy felfeszítjük? Vagyok néha itt ettől a nőtől. Halló, halló, kis autó. Arra néz. 100%-os pry bar. Ezt visszük. A másikat ki is lehet dobni a picsába. Zseniális. Hol van? Hát ez is 94%, de egy kiló. Tehát, hogy így nem fogunk betűt magunknál adani. Hát, Colbin. Zsír. Egy tűzakásra biztos, jó lesz, viszont kurva lehet, hogy majd kell velük kezdeni valamit. Na, itt van megint kint a kis kanadai zászló. Zseniális. Mi van, cica? Jön. Jó van. Na. Crossroads House. Na várj, ez valamiért fontos volt. Olyan, itt is sok mindent fogunk találni. Pusi a hűtőbe? Nem. Milyen, amikor mondom, akkor nincs benne amúgy. Dogfood, az fontos, az finom. Aztán az a kedvencünk most már. Dogfood nélkül már élni nem tudunk. Jó? Jó, benézünk az ovenbe, hát ha benne hagytak egy fél csirkét. De sajnos nem. Aha, megint át kéne majd kutatni a cardboardokat. Most meg le tudunk múlni, vágod, hogy körbenézünk. Olyan. Ó! Majd ránézünk erre a shirtre. Mert igazából két pulcsi kéne, az lenne a legjobb. Mi ez a vízcsapogás? Kis csip-csöp megy a háttérben.
Igen, kis kaja. Ugye megszakad, de minden useful. Aztán meg panaszkodik. Na. Budi víz, elviszik az összeset. Tudtam, hogy azt fogja mondani. Na, szóval, ha már itt vagyunk, akkor... Mert az evés sibás. Jó, nagyon szuper. Mindenféle kis budi víz, az mindig kell. Annyira rá fogok szokni a budi vízre, hogy majd itt a rám kell szólni, hogy ne onnan igyek. Na, hol volt az a másik víz? Lehet, hogy meg kéne enni egy ilyen kis... egy ilyet. Na, messzük meg az egészet, nézd meg, azt Afrikába éheznek. Aki a csörg. Na, zsír. Már csak 10 kiló plusz van rajtunk. Mi az édes jó Isten? Ja, ez persze, persze. A nagyon fontos küldemény monitorra. Köszönöm, hogy meglátjuk, hogy mennyire lesz fontos. Ebből egyet eldobok megint csak. Zavar, hogy nem 100%-os. Kajapiat el. Aha. Sajtettem, hogy itt valami nem stint. Jó, hát akkor ez offos. Ez nem. Nem. Cipő marad. Kesztyűn. Nem. Ezt akartam megnézni, de ez egy rakás szar az összes menőcuccunkhoz képest, úgyhogy ezeket itt mindig. Erre mennyi klófunk van? 3. Akkor eldobáljuk. Jó. Most állunk úgy, hogy kell, ugye? Aha. Zsíros. Várjál, még így is van rajtunk egy 10 kg plusz, ami nem tudom, szerintem a kajából adódhat, nem? Hát még elég sok lófasz van nálunk. Arra gondol vagyok, hogy... amit ezekkel majd kéne kezdeni. Azért nem tetszik. Hája. Várjál. Tudom sem még egy ilyet. Az nem volt amúgy menőbb, mint ez. Mert ez milyen értékekkel bír, azt nézzük meg. 0,9, 0,5, 10%, 1%, 0% és 1 deka. És ha csinálunk egy ilyen improvised headizét, akkor ez 1-es lesz, 0,5, viszont 0% vízátengedés van, 0,5-ös védelem, és 0%-os érzékel. Abba jobb, abba ugyanaz, abba szarabb, abba is szarabb, azt hiszem. Igen. Igen, egy fél százalékkal, az abban ugyanaz, és mennyit bír, vagy hány kiló, vagy hány. És ugye ugyanannyi. Most itt az a kérdés, hogy hát viszont is sokáig vizes marad, akkor elég szar lesz, úgyhogy jó. Maradjon az, ami most van rajtunk, a mondó vagyok. Aha. Neked meg kell csinálni egy Tinder plugnak, mint a fog menni a nap, mire kijutunk innen, baszki. Csak a craftolgatásban meg abban, hogy el tudjuk dobni a dolgokat. Az ilyen, majd sokat kell enni, meg inni. Jajjá, hagyom is. Haragszom most rá. Múltkori stream alatt eléggé. Hát, nem viselkedett szépen, fogalmazzunk így. Tehát, hogy olyan dolgokat hagyott a lakásban, amit inkább magában kellett volna. Köcsög, macsög. Pedig nem egyelő volt, amit van, tehát, hogy másnak is tudott volna jelezni, és mindig szakadt.
el ebből ennyit. Nem, már hogy nem tudunk futni, mert... Ó, hogy a jó Isten egye meg a fejedet. És meg kell ennünk 10 kiló kaját. Jó, tudod mit? Szopjon ki. Eldobom. Ott nem nyomnak sokat. Víz a sok amúgy. Na várjál. Még eszem ebből a maradékot. Vagy nem. Mert megint iszunk. De hogy... Itt oké, hogy sok cucc van nálunk, meg itt van a puska is, meg nem tudom. A puskát be se töltöttem, de szerintem kajában van úgy nagyon sok. Ó, nem bazd meg. Ezt el is felejtettem, hogy sok ilyen fost vettem föl. Hát ebből körülbelül ennyi elég. Ami most nálam van. Bazd meg, ez volt 5 kiló. Water Purification tableteket elég keveset szoktunk használni, úgyhogy ebből szerintem 4-et el is dobok. Go Energy Go az most nem kell. Aha, igen. Itt a Wood Matches-ből fogom eldobálni az összeset. Jó, hát Tinder Plug-ból is eldobok vagy 10-et. Arra sincs szükség. És a Call. Meg ez 2,4-et nyom, ez visz. Abban eldobok 4-et. A többi az jól fog jönni. Illetve nincs nálunk sok faszóval, azok maradhatnak, egy könyv is van nálunk. Jó, ezt így szerintem hagyom. Ó, mindent leredukáltam szerintem a minimumra. Hát jó, most már tudsz szaladni. Itt a Pryvar. Jó, azon gondolkodom, hogy minden meg volt itt. Szóval a városba. Most megnézzük, hogy mit hagytam még ki. De szerintem minden megvolt amúgy. Azon gondolkodom. Fél pillanatra, hogy... Még mindig az 50%-os completionnél vagyunk a gameben, mint az epizódban. Szóval, ja. Nem baj. Mennyire fázik a csaj? Másra hiszem. Közben üdv az emberkénknek, aki benézett. Szervusz. És nálunk használd a chatet, ha jedet ütsz. Köves. És hogyha fenn akarod tartani a tempót, hogy utol akarsz minket érni tempóban, ez a játékokkal kapcsolatban, akkor megtalálsz mindent a felkiáltójel info alatt. Azt hiszem. Ja nem, infóban még nem írtam bele, akkor felkiáltójel vod alatt megtalálsz mindent. Na nézzük csak ide be. Na itt voltunk, nem? Nem. Hát ez üres. Rötös. De itt voltunk, csak maxon nem néztem bele amúgy. Ha. Akkor viszont menjünk tovább. Viszont még miért kimegyünk. Döntsük el, hogy szerintem most mindjárt megnézzük, hogy hol van a nap, mert hogyha fenn van. Akkor elmegyünk ide. Itt megszállunk este. És onnan megyünk tovább szépen felkutatni. És onnan pedig tudunk befele jönni. Szóval a következő, amit tenni fogunk, az, hogy kimegyünk és megnézzük, hogy hogy áll a nap. Mert nem mindegy. Köszi Gábor közben a VOD linket. Ja.
Na. Hát basszus, a minimum a 3 óra. Vagyis úgy átlagolva körülbelül annyi. De egy napot simán ki lehet törgetni. Várjál. Mondjuk nem 24 óra alatt, de egy nap alatt úgy ki lehet pörgetni. A kurva anyjárat. Anyjárat. Az jó. Hol a pöcsbe vagy? Gyere ide. Gyere ide. Kapsz akkor ebbe az egy. Nyugat sem fogsz. Vagy. Azt hittem először, hogy leborítottak valami szobrot, nem csak. Kár, hogy nem lehet olvasni az oldalát. Megint fázik be, azok megőrülök. Na, hol jár a napocska? Ott. Az én fel vagy lemegy. Szerintem fel, nem? Mintha most keltünk volna. Akkor viszont elindulunk szépen a folyó mentén arra. Talán kibírjuk addig. Nincs valami járgányon jönne. Mert ugye barjának nincsenek. Mert az elvenné a játék élményét. Basszus. Közben amúgy betöltem ezt a fegyvert is, amíg sétálunk és pihenünk. Hogy becsúsztatta neki oda nézni? Az már reload. Azt nevezem reloadnak. Még lehet, hogy ezzel könnyebb volt lőni. Várjál. Aha, ezzel lehet menni. Kis revolverrel nem lehet amúgy menni. Nézd meg. Nem, egy helyben állsz. Nincs olyan, hogy mész. Faszt. Viszont most ezt is felrakom, hogyha futunk. Következő pihegőnél nézem, hogy... Aha. Lehet, hogy én erre át fogok vágni most. Itt a szikla mögött. Nem itt ahol. Ahol tudok. Massa. Massa. Nem mászik. Massa. Massa. Jó. Annyi volt. Lost interest. Várj csak. Ott a... Na. Na. Ez volt a plane crash site. Ellátni odáig. Akkor viszont tudjuk, hogy nagyjából arra kell menni. Most ez... Az lehet, hogy mégiscsak lefele megy ez a nap, de most már leszarom. Jó, volunk. És úgy megyünk. Vagy nem megyünk. Nem töltöm úgy nagyon gyorsan ez a futás kérdés, főleg, hogy most már fáradunk. Megkapunk egy szelet csokit. Amúgy most már viszonylag tudjuk kezelni a dolgokat, most, hogy már így nem őrül meg a csaj minden egyes pillanatban, de ez a hőmérséklet dolog, ez még mindig hülyét kapok tőle. Mert ez van valami? Nem csak kidőlt egy fa. Amúgy valamit csináltak volna, mert ugyanazokat mondja, mint a izé. Ugyanazokat mondja, mint a csávó. Ami új szöveget írhattak volna. Ha már készültek egy harmadik résszel.
Mitől piros? Mitől néz ki úgy, mint egy korall, vagy nem tudom, tudod, ezek az ilyen kis víz alatti élő növények. Viszont ez egy bírs erdő, mert ezekből nem lehet leszedni szeplingeket, érdekes lenne. Végre változik viszont a környezet. Nem csak ugyanaz az erdő, de most már ilyen ugyanolyan erdő is van. De ez legalább most már sűrűbb, azt nézem. Azért már jobban kell kerülgetni a fákat. Főleg futás közben. Na jó, itt most rakunk egy tüzet. Így gyorsba. Csinálok. A kurva anyádat, ez egy medve volt. Onnan. Az nem a mi medvénk. Támadni fog. Jól elijesztettük. Mi volt ez a kecske vagy? Jó Isten. Lehet, hogy ez egy meleg medve volt. Egy kolt viszont rádobok, mert csinálunk teát. Erre megjöttek a kis izék. Kis madárkák is. Annak kis buzi medve volt, már mint egy próbálok PC maradni, de hogy, you know. Nem fogjuk addig lefőzni a többit. Végülis ugyanannyi víz van nálunk. Csak te a formájában isszuk. Ne, már nagyon sok izé van nálunk. Víz. Az volt az egyik legnagyobb probléma. Melegszünk a tűznél, csináljuk a teát. Arra nézd, milyen gyorsan főzzük a teát. Az már te a főzés művészete. Aha, sejtettem, megy le. Mi van? Van Google drinkünk, az oké. Okay. De mozdult a ízés, sötétebb lett. Azt hittem, hogy megy le a nap, de jön föl. Megint olyan, nézd meg a kis izé. Google zenét. Na ez még hot, ezt még megisszuk, hát hogyha felmelegít. Tol rajtunk még egy izét. Na, közben. Futi-futi van a füst fele. Megint földrengés van, bacz meg. Ez ami nagyon durva a fülesben. Főleg, hogy basszus erősítése van kapcsolva. Va, fáj a film, tudom. Nem hallgatom úgy nagyon hangosan. Nem viszünk a játra annyi, mint a szar. Mennyi tömeg pluszban vagyunk amúgy? Amúgy már nem is sokban, csak fáradunk. Na, akkor ez pont jó. Visszafele úgy fogunk sprintelni, mint az atom. És legalább három negyet ütünk egy csapásra. Mindenféleképpen ülök. Na. Mindenünk be van tárazva? A másikban is fogyott a golyász, mi? Abban már nem tudunk rilózolni. Vagyunk be egy kaját, nem a kurvára fárad az emberünk, bár nem fogjuk tudni magunkat utolérni most. Súlykaja dologban. Jas, akkor se, hogyha izé hullaéhesek lennénk, talán akkor egy picit. Nem látom a füstöt. Viszont arra megyünk, az biztos, mert hogy amúgy is arra kéne.
Viszont, most, hogy mondtad az előbb, belók egy energy drinket. Oda nézé. Hogy fut. Hogy kicsattogtatja a lába itt te. Ah, saving. És milyen gyorsan tölt vissza? Látható módon tölt vissza, úgyhogy én most picit legulok a nyuszihoz. Szavasztjuszom muszom. És a nyúl láthatóan téli búvóhelyére igyekszik vissza az ilyen nappali időszakban. A nyúl felfigyelt valamire, és utána megfigyelünk, hogy elég közel menve sétálhat tovább. Ekkor megfigyelünk, úgy gondolta, hogy eléggé feltöltődött a staminája, és elkezdett futni, elijesztve az összes nyulat. Ami karébb az, le kellett volna guggolni a nyusziknál. Mert azért, hogy jobban, mert elijesztettem a nyulakat. What? What? Azért remélem tetszett. Új. Az az mi? Ez egy cute game. És az baj? Akkor jó. Azok mi? Halla, halla. Két egész 7 liter van benne, mi a fasz? Ott egy telefon, nézzük meg hátra működik. Figyelj, ha a múltkor is megszólalt áram nélkül, akkor most ennek is meg kell szólalnia. Ez a 4-20 a csaj, de nagyon beindult. Nem lehet fölvenni. Pont ugyanúgy pont ugyanígy nézett ki amúgy a izé is. Várjál? Bassza, hogy elfutottunk mellette. Hogy futottunk el mellette? Itt van lent. Holy shit. Mi a picsa? Valamit nagyon elnéztem. Ez is egy suitcase. Persze. Hú, basszus, eléggé kezdünk megtenni megint. Mert hogy tudtam elmenni amellett a szar mellett? Csak fa. Így vagyunk. What the shit? Akkor nem értem. Bizám nem. Ugye nem ez volt, hanem akkor visszafele arra. Fent a dombom? Halló? Megvan. Megvan. Na és fullosan időben vagyunk, még el is fogunk tudni menni szerintem a izéhez is.
az Airplane Crash site-hoz. Közben üdvözlet a másik nézőnek, Servus. Ott van a VOD link, mindent megtalálsz, ha utol akarsz érni minket, hogyha ezt, meg szeretnéd ezt élvezni, akkor ütköztünk. Üdvözlet a chatben, és érezd jól magad. Jó, szipszet viszont viszünk egy párat, bár van annyi tejünk, mint a szar. Meg szerintem minden egyéb másunk is. Na nézzünk be ide. Mindig ezzel ijesztem el őket, de hozzáig szólok, és így... Na nem vagyok itt. Na várjál. Na várjál. Ez egy Harry Potteres easter egg, nem? Most én ezt kérdezem. Ghost Stag. Már nem azért. Ennek eléggé erős a Harry Potteres utalás szaga van. Kis easter egg. Nem már. És még látni is fogjuk. Elmentek a picsába. Kurva jó. Ne. Mit így no? Dehogy nem Harry Potteres. Mi az, hogy no HP? Nem szereted a HP-t? Gábor, ne csináld ezt. Hoppá, hoppá. Oké. Okay. Meg ki kell vinnünk a levelet, mi postások vagyunk. Te nem szereted a Harry Pottert? Ne csináld már. Hú. Most egyet válogatni kell majd. Addig várom a választ. Ezt megeszik a maradékot. Jobb. Nyert. Tudom. Nem. Mi van még amúgy itt, ami így lehúz? Ó, a ruhák. Megint a ruhák. Tényleg. Na. Kiugrott az erbém. Ja, azért. Na akkor miért nem Harry Potteres utalás, hogy nem értem. Van megint kanadai shopping. Nem jó, ez nem jó, ez nem jó. Ez kövér, ez kalcsúsít, minden jó. Cipő nem megy a függönyhöz. Miért? Hát az a Ghost, oké, de a Ghost Stagre gondoltam, mint a izé. Ez tökre olyan, mint a Harry Potterben ugye a Patronus Stag. Azért mondtam a Ghost Stag-et. Várjál, van amúgy üzénk? Van klóf, úgyhogy be le sem mondtok. Le se bontok. És ami még fújó állapotban is vannak az új cuccok is. Nagyon király. Így már csak egy kevésre vagyunk. Hát jó, de na. Na. Várjál. Ezt eldobom. Mert antibiotics-re kurva ritkán van szükség. Nem is tudom, hogy mire kell antibiotics. Égés, nem? Ja, ez húzza nagyon sokat tényleg a Jerry-ken, amit most találtunk.
Viszont töltsük újra a picsába. Tele. Farkas harapásra az anti-septáj cucc kell amúgy. Az amiből kurva sokat vettem be. Hydrogen peroxide. Az antibiotics az... Az az, hogy segít megállítani. De amúgy... Amúgy most neki a delay. Nem tudom. Saving. Na, de szóval. Most akkor... Szopatagyém. Oda visszafele fogunk szerintem menni, amikor majd megyünk Molly's farmhouse-hoz majd megint. Tudjuk adást kapni. What? Na mindegy. Akkor megindulunk visszafele. Úgyhogy... Most már nem is említem, hogy fel lehet rám iratkozni. Nem tudom, hogy be lehet követni, mert elijesztem az embereket. Vagy mi? Na, akkor indulunk balra, kerülünk egyet ott a felkiáltójánál. És... Szí. Ja. Úgyhogy... Na, zsíros. Azt hiszem most itt erre balra. Másik balra. És futunk egy jót. Bazd meg, kajak álmos a kurvája. És megy le a nap. Akkor vissza az egész. Alszunk. Vissza az egész. Azt hittem még tök jó fönn van a nap. Alszunk a picsába. Dobunk egy 12 órás szunyát. Igen. Van ilyen stemünk, vagy steam, vagy mi a tököm. Nézd, itt van. Emergency steam. Az az, ugye? De volt, hogyha erre gondol. Emergency. Mi? Emergency steroid injection. Ilyet toltunk. Az heal a izé ellen, szerintem az a főcsíkot tölti, a medve ellen egyszer nyomtam be, minimum egyszer. Na, ígyunk, mert már izé, ki van, mint a szar. Várjál. Benyomjuk vele a maradék tejet. Ez mindent nyom fel. Igen, igen, heal. Valami még nyitva van? Azt hittem. És lehúzok a maradék piát. Jaja. Meg is. Na, király, vissza bed. 3 óra alvás. Ittunk mezeny. No, ott a napocska. Már kell fő. Basszus, 5 liter van nálunk. Így is nagyon sok vízünk van. Csak próbálok én is takarékoskodni meg, hogy ne rohadjon ránk a többi más minden. Ez csak jobb érzés neki vizét inni a tejet, mint faszom csak vizet. Én is szeretek néha csak vizet inni, csak hogy érted. Értem, mint mondja közben izé. Megint, mi a fasz? Nagyon gyorsan megy le, várjál, iszok megint. Ja, már adtunk megint. Jogos, oké, értem. Sokan nagyobb delay-re számítottam, aztán rájöttem, hogy nincs akkora. Ezt is betöljük a maradékot. Na, ettől meg megint szomjasak leszünk, most már aztán. Na szóval, megint pont a legjobb, amikor mondjuk, hogy eltűntek a csillagok. És akkor erre kerülünk. Szépen kialudva.
Oké, most már tudom. Na. Nem is rossz amúgy ez a súly. De majdnem, ez annyit viszünk vele, mint a csávóval, ez mondjuk érdekes. Ja igen, itt voltunk az előbb. Ezeket kitovettük. Igen, csak hogy jobbra elkezdünk. Amint lehet így. Mi várjál? Meddig lehet feljutni? Aha, ez az út felfelé szerintem. Mennyi plusz van rajtunk? 4 kiló. 4,15. Ja, itt van egy barlang. Ennek elég shortcut jellege van. Beszélnem, ez is túl fogyatékos a karakter. Ki fog törni a bokája megint? Na. Igen. Igen. Ez sok, de... De szerintem csak a kaja meg a pia. Azt hittem, hogy ilyenkorra már, hogy csak 37 lesz rajtunk, azzal sokkal könnyebben el lettünk volna. Au. Jó. Hogy izé szörög a hátunkon a tatyú amúgy? Adom. Aztán szólja Gábor te is, hogy ilyeneket is menned kell. Én még bírom. Most már nem izgat. Aha. Nagyot kell kerülni, úgy nézem. Vagy ott lehetett volna valamit? Oskodni? Ez itt csak van. Jó, oké is. Milyen konzervdoboz? Nem láttam konzervdobozt. Sehol. Itt viszont fel tudunk mászni. Olyan ész, hogy meg messze. Itt kéne egy újra nagyobbost vágni majd. Ó, már az füstölök. Nincs is idő, hogy ne rinyálj. A füst, ott a füst. Bazd meg. Bazd meg! A kurva életbe, rifle jammed, vagy rifle jammed. Ide se ért hozzánk, ez mi a fasz volt? Hú, de eltalálom te. Fütyülőfákját mondod? Á, majd már legközelebb szerintem. És így
Várjál. Azt mondom, hogy egyik este kipróbálom, hogyha este támadnak. Nézzük meg. Nézzük meg. Ja, hogy így ad nagyobb fényt. Most ezek hova menekültek? Most fussak én utánuk? Haló, el akarnak ijeszteni, gyere vissza. Hát, bagosak a farkasok. Fel kéne hívni a központot. Viszont ez gyorsabban fogy. Na, csak megtaláltál ide, szívem, hol vagy? Most már amúgy hallom a bizét fütyülést. Ezzel semmit nem csináltunk. Utána futok. Az a kérdés, hogy jutok majd fel oda. Amúgy is még én már idegesítem úgy ez a fütyülés. Üresen rádobom. Újra kezdődött a zene. Mégis milyen jó halált csináljak? Itt. Felt akkor majd mászni. Nem vágom. Játék végén igen, innent a farkasok lesznek itt. Hol a faszomba megyek itt föl? Kurva anyját ennek a csajnak is. Annyi volt. Ráuntak. Honnan a faszban lehet amúgy ide fölmenni? Ha fog menni a nap, mire felkerülök oda. Úgyhogy még csak most kelt fel. Feskelt. Igen. Valam, ezt illettek, fogyatékosok voltak. Ezt rákezdtél. Itt amúgy. Még nem is rossz. Nem is rossz a terep, de kurva tele van, bele van építve mindenbe. Hopp, hopp, hopp. Á, elmegy a faszomból. Olyan. Biztos, hogy ki fogja megtörni a lábát. Van vágom. 20-szor elkerülgetem ezt a szart. Elég messze kell próbálni, elég messze kerülök innen. Ezek fáj. Fáj. Fázik. Kéne valami point amúgy. Na még egy hunting knife. Hoppá, oda nézze. Oda nézze. Mi az a földöm? Jó, ezt itt hagyjuk. Na, csinálunk egy tüzet lassan. Az ide most csinálunk is egy tüzet. Ja. Igen. Jó, minden stimmt. Mennyi idő? Egy óra. Fegyverre ránézünk, mert bejammelt ez a kis fos. Egyszer unloadoljuk. Kipinejük a picsába.
Nem jól tudom. Úgy rakunk rá egyet. Egy kolt. Nagyon jó. És innenünk tovább. Most ameddig lehet megcsináljuk a fegyvert. Ilyen hangja van néha. Na, mindjárt kész. Na, egész jó. Igen, 100%-os, azt oda nézni. Aztán közben ránk sötétedik. Igaz, nem lehet, mert másfél órára raktam fel a tizet, és még jó. Hogy ki lett számolva? Most van, vagy délután, vagy most már fölért a nap. Viszont már fölért a nap. Betöltjük. Jaj. Na, zsíros, ez is be van töltve, a tűz mindjárt lejár, fel vagyunk melegedve, és ó, bazd meg Ádám, innen kell bemenni. Erre fele. Szaros mellettünk, vagy mögöttünk. Ja, az a kérdés, hogy itt tudok arra az útra csatlakozni. Én megiszok egy ilyen kis go-go-go drinket. Megint. Arra nézni. Na végre, hál' Istennek. Na majd arra vagyok kíváncsi, hogy melyik irányba... Aha, majd ide éjszakra még el kell mennünk. Miután ezt a kettőt itt kilútoltuk. És utána el kéne érni ide. Majd. Szépen. Ja, a Ghost Tag-ről, és el kéne jönni ide. Azon gondolkozom, hogy... Hogy és miként. De valahol majd meg kéne szállni. Hát talán valami túlélőt, bár nem hiszem, mert akkor... Akkor... Őt is vissza kéne vinni, és az eléggé nem divat a játékra. Nézve... Bár a coverön én láttam, hogy a csajszi mellett ott valaki... Valaki ott volt, akit védelmeztünk. Kajapia. A legfontosabb. Ha? Nem tudom, hogy akkor open door. Halló, kérem. Van itt még valaki? Na, melyik játékra emlékeztet ez? Tip. Nem. Igen, a Forestre. Abban így kezdünk. De nem lehet bemenni? Azt hittem, hogy pedig az a szemegézi, hogyha ide be tudunk menni. Azt hallottátok? Az epilóg. Ja. Holy cow.
Aj, nagy buli volt. Na, megenged azt máshogy is nézze. Ó, tényleg. Olyan nézé. Repcsikaja. Ú, de sok cuccunk lett. Headache. Fáj a fejem. Ez 10 perc is elmúlik, szóval ezt hagyom. Bazd meg, mennyi kaja. Azt a picsa. Na, ez nagyon durva. Nem gondoltam, hogy ennyi kajával fogunk visszatérni. De ezek amúgy laktatóbbak, mint amik szerintem úgy csak úgy nálunk vannak. Speaking of food, amúgy éhes lettem. Aha. De még be akartam alulra nézni. Itt nincs semmi. Ment. És most. Baszeg. Azt a kurva, ezek én nem fogunk tudni elbírni. A kérdés, hogy ezek mindig bírják. És felveszek mindent, amit lehet. 44 kilónál vagyunk, azt a picsa. Ugye amúgy majd leszünk. Jaj. Hey Louis. Ó, basszus. Akkor most oda fogjuk adni az ID-kat azoknak, akik ott vannak. Mert hogy closure-ért jöttünk. Basz meg! Na jó, most már elkezdek válogatni, mert most már felbasz. Mennyi kaja basz ki? Egy 22%-os vegetarian itt a meg a kaja. Iszunk is. Jó. És haladunk tovább. Basszus, mennyi tatyunk. Más nem volt, ott nem hagytam ott semmit, ugye? Jaj, ruhákat akartam még, az volt az, ami hiányzott nekem. Aj. Nem kell ide semmi, jó az, ami nekünk van. Lassít. Nem jó. Nem jó. Melegebb, lassít. Nem jó. Nem jó. Nem jó. Nem jó. Cipi egy van. Vagy ez. Ugyanaz. Hát akkor ezt veszik, ha? A többit ezt ki is dobom a fenébe amúgy. Például ezt, vagy 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 ezt. Jó, már mindjárt egy fokkal jobb, de így is van rajtunk 10 kiló, az viszont a kaja miatt van. Akkor sok kaját vettünk fel. De viszont akkor eldobom ezeket a botokat. 560 kalória, ne várjál. Mindent, ami ilyen kis kicsi. És már amúgy is romlik meg, pia kaja. Azokat itt kidobálom. A kávéból csak egyet. Ez beszélgetés? Jól hallom? És így is 42 kiló van nálunk. Valaki beszélget. Na várjál. A Raka vagy mi a tököm az? Parka, bocsánat. Nem. Nem. Madarak azok vannak, az oké. De én beszélgetést hallottam.
Akkor az egyiket elvittem, meg megnézem ezt a pulcsit is. Mert a felsőből viszont tényleg csak izé van nálunk. Egy kis szarabb. De ahogy nézem, jó az, ami van. A csaj is most már kezd beállni ez a... ez az általános ruha felszerelés. Bár hűl, mint a szar folyamatosan. És értem, várj, ezeket még nem nézem. Wow. Itt lesz a közepe a gépnek. Ott a következő. Na várj, ilyen még nem volt, ezt megnézzük. Meg ezt is, igen. Amúgy ez a vest az úgy néz ki, mint a izének, nem? Mint a... a Marty McFly-nak. Nem olyan? Ohó. Most már nekünk is lett distress pisztoly, csak ez megint azt jelenti, hogy... még több súly. Erről is feltkeztem. És még több kaja. Hát a jobb állapotban van, mint a többi. Oké. Mégis. Pepsit kérni. Hova menünk Pepsit kérni, ezt most nem értem. Várjál. Erre magyarázatot kérek. Jaj, mit akartam. Igen. Hát ez nem jobb, ezt hagyjuk. Cipő az oklés, kész oklés, pulcsi. Hát, nem jobb. Szóval... van ez off. És ez is off. Azt hiszem, ennyi volt, ugye? Ja! Kajak. Jó. Kaja. Át kell nézni a kaját is. Ez alapvetően is kuka. Így. Csak hogy azért minőséget is tartsuk. Hát ez amúgy szörnyű. Várjál, Márti találkozik a saját fiával, én erre nem emlékszem. Hogy... igen, igen, igen. És saját fiával találkozik. Ez most így nekem nem maradt meg, de lehet. Nagyon régen láttam őket, de szeretem. És picit megakadtam ebben a gondolatmenetben, amit mondtál. Mondom, van itt valaki. A picsába. Valaki csillogál. Ja, aha. Ja. Igen, igen, valami rémlik. Valami nagyon régen láttam. Ja. Ó. Ha.
Elég közel vagyunk az asszonyhoz. És elég szarul van. Várj, ezt a combat pencet megnézzük. Lehet, hogy a géproncsba lesz, lehet, hogy oda behúzott szerencsétlen. Na várjál. Ehhez meg már tényleg nagyon régen volt. Majd megnézem valamelyik nap, ha lesz időm, és akkor kitisztul a kép. De jó is, hogy szóba hoztad, mert már régen láttam. És tudom, összesen kétszer láttam maximum őket, de nagyon megfogott és nagyon szeretem. Thank you, there's one. Thank you. Ó, lesz, hogyha már előjön az inzulin. Ugye látjátok az összes tetyót. Bazeg, itt van a nő. Ugye. Itt a náda. Itt az inzulin. Ugye kiszedünk Lady, jó? Na szóval, most foglalkozunk veled. Oh. Crash, you're in shock. But I can help you. The Yankees are let on amúgy. Let me start a fire. Too far gone. You've lost a lot of blood and you have frostbite. But it's okay. It's gonna be okay. I'm a doctor. Igen, igen, elég szarul néz ki. Please. I want this to be over. Pedig meg fogom menteni. Opa, opa, memories. Lehet, hogy most megtudjuk, hogy mi van a tatyóban. Várj, az vér. Sleep Research Center, Dr. Greenwood speaking. Sleep Research. I told you not to call here. Ez valami private business. Red butt, cell folate, levels most trauma, case series. Public issue in time, grand support. Ez nekem is megfájdult a fejem. I'll find a way to get it to you. Well, have you asked Will? No. It's been years since we... I haven't asked him yet. We don't have time. Mert akkor Will McKenzie? You need to do this, and soon. I will. I'll fix it. I promise I will get there. It's happening again. I'm afraid we'll lose her this time. That's not gonna happen. Hurry, Astrid.
I'm sorry. I'm so sorry. Meghalt. I know you're in pain and you just wanted to end, but I won't let you die out here. Ennyi. Ennyi. Nem hagyjuk meghalni a picsába. Most mit csináljunk vele? Aha, végül is. Kurva anyja. Nem találtam még mindent a tyót. Ez, hogy nem találtam még mindent a tyót. Nem hagyjuk ott. Csak azt mondja, hogy izé... hogy találja fel minden ID-t, meg minden lófaszt. Várjál, hát be kell menni a crashbe. De már nem tudok hova bemenni. Át vannak kutatva. Mivel valamit kihagytam volna? Az inzulin megvan. Az rendben van. Nem fogok mindent átlítni még egyszer. De várjál, most kajak megint, hogyha lent egyet kihagytam, akkor végig kell nézni az egészet. Szörst. Majd itt a szárnyánál is most ott kellett két dolog. Na várja. Olyan kell, amit még nem kutattunk át viszont. Aha, valószínűleg onnantól lesz egy szép cutscene, és akkor vissza teleportálunk az eredeti helyszínhez. Nekem mindig váltok el, ugye? Hogy de még be kéne mászni? Itt voltunk. Itt volt az egy két lövetű lófasz. Ó, ott még vannak ketten, basszus. Meg ezt sem néztük át. Ó, szerencsétlenek. LeBlanc. Morrison. Talán így már engedi? Azért, hogy akkor őket hagytuk ki. Véletlenül. Vagy itt az elején mindenkit átnéztem, találtam. Mondom, túl még van egy valami, vagy valaki. Nem. Itt is voltam, akkor viszont nézzük meg most. Most nagyon elkezdtünk fáradni. Jó, hogy van nálunk hol. És szépen fel tudjuk rakni a tüzet. Azt hiszem még maradt nálunk egy minimum. Antiseptiket nem viszek, mert az van amúgy nálunk, de szar. Ó, persze. Valami egy liter. Merre? Neki is volt itt. Hát ez bufasz. Nem. Úristen. Hát most így fáradtok, hogy most azt tudom, hogy tudunk futni. A nap az merre jár? Ez megy le majdnem, nem? Ó, shit. Dol. Ja, valószínűleg ott a csaj mellett majd megágyazunk estére. Aj, ez ilyen. Kell válogatni egy csomó mindent, mert ez így nem lesz jó. És most mennyire azt fogja mondani, hogy valami nem stimmt. Örülök.
Na jó. Akkor az lesz, hogy... És még ez se elég neki. Na, és most szépen körbe szaladgálunk, és kurvára várjál. Nincs olyan aidünk mi. Kurva magunkba dobjuk, és körbenézünk. Na. Még nem tudom, meddig tart a hatása. Itt voltunk, lejövünk ide a legalúra. Na már fel sem fogunk tudni menni, ott nem lehet semmi. Ott volt a két kis megfagyott emberkénk. Itt már nincs több. Át van kutatva, üres. Na, itt még van egy. Meg ez is. Azt meg. Ezeket hogy nem néztük át? Baszd meg, 20 kilót bírunk. Most gyorsan kell találni egy. Aha. Jó. Akkor... akkor az lesz, hogy szépen felszalad, nem tudunk futni. Nem. Jó, akkor ellenőrzök mindent szépen felfele. És itt fogunk aludni vele. Rakunk egy tüzet bentre. És lefekszünk aludni, mert ez egy nem pálya. Kurvára fúj a szél. Ugye elmegy a picsába. Jó, amilyen... Nem tudom, hogy hol lennek eldugva. Itt már voltunk, az előbb nem. Miért most mentett? Csak nem a két bőröndöt kellett átnézni. Igen, sokáig már el fog most tartani. Így semmi nem maradt a hó martaléka, szóval... Nem, akkor... Szóval... Ezeket átnéztem. Searched. Au. Felnézek még ide, de... Nem fogjuk tovább írni. Nem kéne bizonytalanul elaludni. Nem biztonságosan.
Mindent átnéztem be azért. Valahol le kéne rakni ezt a tüzet, ahova engedi. És onnan le fogsz aludni. Hopp, 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 hopp. Ez mi egy 3 órás dolog. Haszunk 3 órát. Van még benne minimum 1 óra. Nem tudok mit csinálni, csalja egyszerűen. Tehát egyszerűen kell az energia és a napfény, ahhoz, hogy én tudjak itt bármit csinálni. És ilyen kis alvásokkal nem most fog elmúlni ez a... ez az este. Főleg, hogy el kell mászkálnom mindig be ezek tűzért, amúgy nagyon szép csillagos van minden. Na, tegyük már fel azt a sticket. Jó Isten, álljon meg, add már fel. Itt nem lehet izé amúgy. Nincs is. Nem fogom felép vissza. Hopp, ez is egy stick. Gyorsan még. Rádobom. És ez mindenki hallottuk, ez mindig társítozik. Ezeket a izé miatt dobtam nagyon. Nem lehetnek amúgy izék. Halottak. Yeah. Vagy mondjuk ott. Fönt. Vagy táskák. Van. Arra tudtam volna gondolni. Valami tipp esetleg? Most nézzük, hogy szaladgálok egyet. Fogok olyan helyekre is benézni, ahol korábban nem járhattam. Hát ezzel nem menjünk sokra, de köszönöm azért. A response-t. Baszd meg. Esenjünk vissza a csajhoz és reménykedjünk, hogy kész. Térkép, ez még nem rossz ötlet. Belső és nem mutat többet. Ezek hogy kerültek ide? Ezeket kurvára láttam volna szerintem. Hát bazd meg. Ez szörnyű. Jó, meg van 2 ID, most visszamegyünk a Chicey-hoz. Imádom, amikor így vagy nem veszek észre valamiket, vagy így... egyszer csak úgy dönt a játék, hogy betölti, vagy odarakja.
Az ott amúgy nyakkendő vajon? Valószínűleg igen. Most végre, hogy a játék enged egy menj, segítsünk a nőnek, azt nem segítünk, csak összeszerom a bedrollt. Jó, hogy itt most kellett tüzet rakni. Elmész a picsába! Hova az édes faszomban nézek körbe még? És közben megint el kell menni aludni. Ennyire messze csak nem tudott már senki sem elrepülni. Nem azért nagyon sajnálom, de hogy... Mert futkározunk szerintem amúgy. Meg este van, meg... Nem ittunk eleget. Meg eszünk egy picit. Jól szólsz amúgy. Mi lehet az oka, meg hogy ránézek mindenre. Még megint körbejárom a szájtot. Hát ha. Gyűjtök a tűzhöz izőt. Meg... van egy csomó olajunk, úgyhogy használjunk is. Na, nézzünk körül megint errefele. Basz meg. Ezeket átnéztem, de... Ez miért kék? Átnéztem. Átnéztem, akkor az ilyen tárgyak körüli dolgokat lehet, hogy meg kell vizsgálni. Mindent átbuksíztam el. Itt ugye voltunk. Jaj. De itt már senki nem lehet. De várjál, most mentett. Annak szerintem oka van. Őnál már voltunk szerencsétlennél. Hát pedig itt... Tényleg senki. Valószínűleg onnan földről csúszott így lefele. Az a baj, hogy szerencsétlenek szarrá fagytak, és így sötétben, lámpával, úgyhogy picit azért bele is olvad emiatt a környezetbe. Emiatt tényleg nehéz őket megtalálni. Mi volt? Igen. Biztos, hogy ez a luggage is volt. Most ott néztem már. Azt a kettőt is néztem. Majd akkor fekszel le, hogyha megtaláltál mindenkit, te kis kurva. Ó, bazd meg. És most van meg mindenki. Azért bemondhatná, hogy amúgy, á, megvan mindenki.
Hogy tudjam. Igen. Mi ezek? Igen, mert fel vagyok most picit baszva amiatt, hogy... Hogy ma nem mennek olyan simán a dolgok, mint eddig sajnos. Nem tudom, mi lehet a probléma. Szóval azon gondolkodom, hogy szerintem visszavizek a community hallba. Igen, igen, most akkor megvan az összes ember. Visszavizek a community hallba a Chicet. És talán szerintem lezárjuk a mai streamet. Mert azt akartam, hogy saját döntés legyen, hogy ilyen sokáig vagyok fönt, mert hogy nekem holnap még lesz egy utolsó záró órám, vagyis ma reggel, ahol osztályoznak minket csak így a fél éves történést, viszont nagyon szerettem volna ennek a végére járni, na várjál, diagnose. És viszont most elmegy tényleg aludni majd. Nem mint hogyha fáradt lennék, csak hogy holnap fel tudjuk. Igen, igen, blood loss, mert a bandage. I've done what I can. És most akkor el kell vinnünk őt? No reflections, akkor carry her. Na várjál, várjál, tegyük csak le. Hol a tűz? Ide. Ide lerakjuk őt, és kap egy kis tüzet. Na, és most egy kis tüzet rakunk neki. Az a baj, hogy kurva nincs nálunk más, amit rá tudunk rakni, és az 7 percet is találunk. Baszki. Nem gondoltam át. Elszabadunk ide, hogy lebontsak valamit. És azt mondom, alszunk vele a csajjal együtt. Egyet, egy éjszaka. Látod, már ott mutatja is. És bazd meg, amúgy pont erre gondoltam. Mekkora király lenne, hogyha így mennénk, és hogy valakit izé... Viselünk hecset. Még az elején tudtunk volna felvenni. Jó, tudom, hogy fáradtak vagyunk most izé. Aha. Jó, oké is. Jó, kezdünk mi is picit hűni. Pár sticket felveszek. Elkezdi a Chice is. Aha. Mi a fasz? Várj egy picit. Itt még van egy suitcase. Hát ugyanaz van benne, mint a többiben. Mert csak hecset el lehet lebontani. Azért nem tudunk sétálni már, szét vagyunk fagyva és izé. Ez nem jó, ez nem jó, ez nem jó, ez nem jó. Baszki. Aha, meg is kéne... Ó, bazd meg. Nem tetszik. Melegítünk amúgy, majd lehet, hogy a csajnak is egy kis vizet. Mi az? Mennék én. Milyen gyorsan fogy a izé. A folyadékunk. Aha, elkezdett elindulni egy kis kékecske lefele. Oda kéne jönni a tűzhez. Jó, rakunk neki tüzet. Ezekkel úgy nagyjából egy órárat fogunk tudni tüzet rakni. Annyira ott felmászunk, iszunk egy teát, őt is fölmelegítjük, és utána szerintem elindulunk. Mert ha nem aludnunk kéne, akkor visszamegyünk fáját. Nem felmelegetünk, hol hagyzok a picsába. Azon. Jó. Check you over.
Dehydration risk, aha. Feeling better now? This might be serious. De nincs semmi baj, de azért ránézek. Jó. Na, viszont nekünk is kell egy kis felmelegedés. Egy teát rádobok ide. És isszuk. Az a baj, nekünk aludnunk kéne. Csak nincs elég fa itt. És el kéne még menni. Nem is tudunk már futni a fáradtság miatt. Akkor egy órára ledőlünk. Akkor lesz elég. Hol volt? Itt volt. Akkor lesz elég mindenünk. Jó. Épp hogy tudunk futni. Elmegyünk fáért, lebontjuk őket. Nagyon elkezdett fújni a szél. Amúgy erre nem volt még luggage. Hogy mi a tekem? Ilyen facuccos. Itt csomó ilyen kis darabka van, de hogy fát nem láttam. Szerintem. Basszus, nem volt itt fa, ugye? Ez csak raw feather. Semmit nem tudunk bazdmeg. Barakni. Ó, bazdmeg, de hogy fúj a szél. Megint fel kell majd sétálnunk, most már nem megyek távolabb. Csak erre megyek. No. Aha. Ez így nem lesz viszont jó. Hold még. Lehet, hogy a hold állásából amúgy lehet valamire következtetni, mikor lesz reggel, lehet, hogy... Hát így arányosan kelnek, meg fekszenek le. Ez is kajabb az, amit ugye ránézek. Egy-két stick ugye volt itt. Fasza. Szóval nagyjából életveszélyes lefeküdni egy órára is. Az a, az a rossz. Nagyjából. Igen. Akkor jó, oda találni valahogy. Nem rá tudnánk valamit tenni. És miért ment megint? Hoppá. Így fogunk belassulni? Ez nem tetszik nekem, hogyha ez betöltődik, akkor off, kész, nem tudunk sétálni, elalszunk. És elég gyorsan töltődik, baszki. És érjünk oda. Azt a kurva. Tűznek annyi. Aludnunk kell egy órát. Erre gondoltam pont, bazd meg. Mi az az? Egy óra alvás semmire nem elég. Vagy talán arra, nem arra sem. Ez itt valahol el van baszva amúgy, valamit nem csináltam jól. Visszatöltök egy régebbi mentést, amikor elmentünk botokért. Ezt. Amikor megtaláltuk az utolsó csajt. Amikor megtaláltuk az utolsó csajt, mert az fontos momentum volt. Az a kérdés. Hogy... hogy sikerült akkor, ott még mennyi energiánk volt. Mi az a baj, hogy nem főztünk le kávét. Ez a legnagyobb probléma, úgyhogy te a helyet most le fogunk főzni egy kávét szerintem, hogyha tudunk tüzet rakni. Gyorsan. Az a kérdés, hogy akkor őt így... Nem, jó. Ha?
Aha, annyit elfelelünk is fejlünk ide. Ez a tűz valamit itt ér amúgy? Csak hogyha már... ha már tűzről beszélünk. Ez egy egyes tűz. Jó, szóval, és itt? Itt is egyes, várjál. Itt még van egyes melegedésünk, akkor ide, hogy itt is. Aha, itt lerakjuk az ágyat. Reggelig itt leszünk. Itt fogjuk megvárni a reggelt, itt alszunk egy 6 órát. Ez a cheat. 200 IQ. Micsoda? Ez az hülye. Most még van nálunk fa, ugye? Egy darab. Az viszont nem lesz elég arra, hogy kell fel a nap. Faszom. 8 perc. Nem elég arra, hogy megcsináljunk egy kávét, ugye? Nem, 11 perc kell neki. De megvan. Megiszok a picsába. Jó. Most futi van. Fáért. Ez vagy Breaking Down-okkal ugye. Itt van egy barlang. Ide behozzuk, baszki. Nagyon jó, várjál, itt van, van fa. Ezt fölviszem, hogyha nem tudnánk úgy visszaérni. Jó, itt fogjuk tölteni a maradék időnket. Zseniális. Érek fel a csajhoz, meg tudjam lehozni. Ilyen eléggé megfagyunk. Most van elég fa egy pár órás izére, a barlangban amúgy sem fog nagyon-nagyon hűlni. Az a lényeg, hogy kibírja a kávé addig, amíg levisszük a csajt. Gyere anyus, most gyorsan leviszünk. Nem tudunk rá. Ojaj, ojaj, ojaj. Az elég erősen elkezdett ott csökkenni. Bassza meg. Csak legyen meg odáig. Mi történik, hogyha az ott betelik? Rakom. Ez is ki fog hűlni. Betelt. Most akkor mi van? És ide behozzuk. Na szóval. Kúra gyorsan rakunk egy tüzet. Jó. Diagnose. Aha. Ilyen kis vizecskét. Bloodlossra adunk ilyet neki. Talszik. És szerintem mi is dobunk egy szunyát. Itt még van hatása, a tűznek van. Ennyi volt a tűz. Mere, mi baja van?
Dehydration. Feeling better now? És kimegyünk kurvára izért. Cuccokért, amivel melegen tartjuk magunkat. Vagy nem is tudom. Most igazából jók vagyunk, már csak enni inni kell, lehet, hogy elindulunk visszafele. Szépen. Bedobok egy ilyen repcsis kaját. Még valami kis nasit. És... hát, hogy elindulunk vele szépen. És közben útközben majd szedünk cuccokat. Jaj, még azt izét akartam. Szerencsétlen tovatom lerakni. Hogy elbasztuk a másik oldalra. Szóval... ezt kidobom. És csomó olyan dolgot, amire nem lesz szükség. Például egy ilyet. Mert itt van egy plusz cucc. Valaki lapít. Ott van. Hát szerintem erre most nem lesz szükségünk amúgy. Ó, bassz meg, de... csomó kaja van, de ezt kellni fog mind a kettőnknek. Viszont az összes olyan dolgot, ami elkezdett lejárni, ezt szépen kidobom. Eldobom a... nem dobom annyi a veszőket. Kellni fognak. Mit dobjak el? Valami tipp? Meg kaja szerintem kell, hogy valamennyit dobjunk el. Pont 35 kilónál vagyunk amúgy, tehát hogy nem vészes annyira. Kötél, nincs is nem kötél szerintem. Azt már rég eldobtam. Meg a csaja nem is volt nálunk kötél. Nyarunk neki is vizet, és akkor csökken nálunk, vagy rajtunk is a teher. Jaj, bazd meg, felvettem. Na, rakjuk le. Csak sikerül elindulni. Nincs reflection. Ja, mert nem nincs, tehát most enni, inni, adni. Akkor eldobok egy ücsit, azzal már jók vagyunk. Fölkapjuk a csajt. És indulunk. Igen, igen. Na és akkor már csak hova? Bazd meg! Aha. Látom. Most ezekért nem fogunk elmenni, szépen visszavisszük őt. Oda. Baszd meg. Ez így érdekes lesz. Ha botot látunk, akkor ezt felveszünk. Van bot. Kérdés az mi? Szóval itt le is. Aha.
Az meg. Egy mi van, Tatyó meg Bot. Neked felkapkodjuk gyorsan. Lehet csak úgy baszni a földre, hogyha valami hirtelen izé van. Kábot, hogyha el fogod adni egy-két dolgot. Az a baj, nem akarom a szorít levegébe hagyni, és mindenféleképpen el fogjuk vinni oda, nem érdekel. Na és kidobok valamit. Például egy ilyet. Feltettem a lámpát. Hát a másik fokkal jobb. Dog football. Dobok el. Ja. Felkapjuk még tovább. Meddig kell vinni a csajt vissza egészen a izét templomba. Szerintem. Aztán lehet, hogy jobb állapotban fog jönni. Csak már is kezdett kihűlni. Majdnem ugyanolyan állapotban van nálunk. Oh shit. Nem mentünk át egy ilyen cselveszünkkel is? Nem feltétlenül. Igen, igen, igen. Jó, hogyha ezt rakom. Ja, akkor le is tudom placelni. Semmi sem kell. Megnézhettem volna, hogy jó fele megyünk-e. De szerintem csak egy irány van lefele, amúgy eléggé vezet minket most a sztori. Úgyhogy... itt vagyunk a izénél. Ahol feljöttünk. Na. Igen, erre vagyunk. Jó. Oké. És ha ránéztem, hogy akkor jó fele, meg hogy merre tovább. Viszont a izénél az balra. Folyón balra. Csörög a telefon, bazd meg. Mondtam. Mi a fasz? És a csaj fog keresni, figyeld meg. Ide rakjuk, így gyújtunk egy kis tüzet szerintem. Ó, itt van minden, aha. Elég rendesen. Hát itt. Hello? Me again. What? How did you know I was here? Party line's a funny thing. All the calls go to every phone in the area. All I have to do is wait for you. Oh, a fast. What do you want, Molly? I'm kind of busy. Yeah, I saw you found a survivor at the crash site. You spotted me? Just watching. Curious. Hey, that's kind of creepy. Csak miért nem jön? You want to tell me what happened to your man? I don't really have time for this right now, Molly. I'll go first. You asked for Wayne when we were in the house. Not much to tell, really. He's dead. I'm alive. Oh. Sorry if
this sounds harsh, but you don't seem too broken up about it. I'm not. Amúgy igen. I assume he's the replacement. Did you kill him? You tell me. Mi a fasz? I guess that depends on the circumstances and the intent. Micsoda. Now you sound like a lawyer. Did you kill him? The wolves killed him. Yeah. Aha, persze. Ja. A kurva anyját. Na nézzünk fát. Rakjunk tüzet. Melegedjünk föl. És a normális fa kell ugye majd innen. Ilyen fa. Meg Tinder plug. Nincs extorrent. Remélem most már kezdesz jobban lenni, bassza meg. Nem fogok így cipelni. Tudom, hogy túlélt egy izét. Biztos el van törve a lába, hogy rá volt cuccolod, akkor legalább egy lábon bicegjem. Nem tudok rárakni? Reclaim boot-ot rakunk el annyit, mint a szar. Lebontok egy plenket. Bazen nincs hatchetünk. Nincs reclaim boot. Mennyit itt van a Star Wars zene? Na voltunk. De akkor kell még majd stick, ja. Fölöslegesen basztam el. Ó! Azt mondja, hogy könnyű és könnyen lángra kap. Mint egy gyúlékony. Na erre nézzünk azért. Semmi. Lassan vizet kéne neki adni. Viszont... túl sok mindent pakoltam most bele, mindegy, mennyire vagyunk éhesek, semennyire. Hát akkor... felmelegítek egy teát. Az a felmelegszünk is. Igen, igen, annak azt nem tudom, hogy melyik részére jó. Várjál. Aha, Tindernek lehet használni. Na, a cooking slot-on viszont csinálunk egy kávét. Hát, ha kelleni fog. Jó, és talán még egyet. Ja, és most indulás. Fölmelegettünk, minden király. Már csak mindjárt sötétedik. És akkor itt a folyón balra. Várjunk csak, várja. Erre kéne átmenni. Meg kell itt állnunk, és bazd meg azért van ez itt. Hogy itt átvágjunk. Faszom. Lesz valami sztori. Amúgy 74%-on van a csajszi. Arra vagy kíváncsi, hogy mi van itt még? Jó open map. Elmegy a picsába, hogy így is meg lehet nyitni a mappot. Még így mutogatom. Na viszont már 74%-on van a csajszé, ez elég jó, ez elég jó. Nem arra kell mennem, arra. Ja, mert még sokban van. Az ott mi?
Ez még egy hulla. Ez itt még egy hulla. Picit ledobjuk ide. You're safe now. I'm here. Lehet, hogy megintettem a csajszit, mert szerintem megint dehidratálódni fog. Ez olyan, mintha Buryből lenne. Na már 76%-os. Nem, ez a jég nem amúgy. Szerintem a nagy tónak a jege. Az szokott még. Na viszont menjünk tovább. 76%-os csaj. Te mindjárt magától fog tudni menni. Ez király lenne. És itt kell majd szerintem befordulni. Aha, itt jobbra. Esküszöm úgy... Amúgy... Jól érzem magamat, amiatt, hogy a csajt ezt így visszük. Tök jó érzés, hogy segítünk. Nem tudom, hogy így virtuálisan meg játékon belül, de akkor is. Ez vényemzik, de... Ja. Hol van? Baszd meg. Miért repült arrébb? Ezt az előtt kéne befejezni a kutyákkal, még mielőtt mi szarrá fagynánk itt a csajjal. Igen. Hova fut az a kutya? Igen. Bazd meg, ez is most tud ide jönni. Amikor felemelem, akkor tud ide jönni. Rakják tüzet és várjuk meg a kutyákat? Ott jön. Nem csökken. Ott van mind a kettő. Utána megyek, bazd meg. Fuck.
Most jön. Kurva anyja. Ő is eléggé kezd kihűlni. Be kéne bújnunk. Oda. Mere, itt most van izé. Franszél. De bassza, hogy nem tudom lerakni a tizet ide. Ne! Megint iszunk egy kávét, vagy tehet, és akkor utána. Na, és múlt, hogy... Nem, mindig itt van. Egy órás tűzünk van. Na, 81% a csaj. Ennyi, ennyi voltak a kutyákban, az meg. Nem kell kávé, mindegy. Csinálunk egy teát. Azt meg nem ittam meg. Ja, bőven. Ezek a Timberwolfok. Miért egyes sem így ezt fel? Csajnak már egybe feltöltött. Most kell fel a nap. Eddig éjszaka mentünk. Megőrülök. Jó, 83-os, ezzel most már elérjünk oda. Ott is füstölöm amúgy valami, szerintem az már a város. Mi az? Ja, az az a város. Szóval benézünk oda. Ugye? Nem. Nem, az még csak ez lesz. Pleasant Valley. Zéi. Akkor erre veszem az jelentet, nem tudom mi van, majd úgyis jövünk erre még. Hát, ó, kurva messze, igen. But we're gonna make it.
Most már nem lepődnék meg, hogy is nagyon örülnék, hogy egy csaj fogná magát és így lepattanna velem. Na jó, most már megyek én, jó, mit gondolsz hozzá? Ja, most már hagyd csak. Jó volt, de most már, ne fáradj. Mocska itt szívrohamot okoz nekem. Hát, hogy fúj a szélre napközben is. Nem baj. Nekünk bennünk még benne van a izé, a tea. Mi tudunk inni teát, minket az nem zavar. De jó lesz ez így. Amúgy most már azt nézem, hogy Csai lassan jobban van, mint mi. Ott vannak már a buildingek. Just stay awake. We're getting closer. Milyen szépen kell fel, amúgy a nap tűnnek el a csillagok. Nem fogunk megölni. Vagy ahogy az így eltanájátokkalban mondták, azt mondom, a negyedik évadban, amikor te összejött a... A harmadik évad végén, a negyedik évad elje. A... És így majdnem szakított. Azzal, aki ott hagyta az oltárnál, you know. Szóval az. Nem jut eszembe a neve. Szóval, ahogy akkor mondták neki, hagyja abba, nem kap morfiumot. Szóval, ha gyorsan, mi ez? Sokáig magyaráztam, csak el kellett valahol helyeztem időben. Igen, úgy hívják, hogy nap és felhő. Meg égbolt. Stella Zimmann. Azaz, köszönöm. Stella. Mert itt van egy ház. Egy bal. Ezek farkasok. Faszér vannak itt farkasok. A barnban meg szerintem csak úgy nem lehet simán bemenni. Nem fogom tudni elütetni a farkasokat. Én úgy érzem, mivel, hogy még csak most kell fel. Most megy le a nap? Egyre fényesebbek a csillagok. Most megy le a nap. Na, várja. Látszik, hogy lélegzik amúgy, tök jó. Ja. És már nincs is nem annyi cucc. Eszünk egyet. Megérdemeljük. Akkor legalább 4 kiló lehet, hogy izé leúrik rólunk. Annyi. Jó. Még kis nas is belefér. És inni valók. Én most csak vizet iszok. Tök jól kívánk, amúgy pihen be, azt nézem. Szóval kiadni az ízeit, amíg melegszünk. Kezdik. Mit szólnánk amúgy ahhoz, hogyha... Jaj, ezek ilyen... Ilyen kis farkaskák. Bazd meg az anyádat!
Ne! Ne már! Nem lőtt el megint amúgy. Lehet meg kell venni, hogy közelebb jöjjön. Aha. Meg kell venni, hogy közelebb jöjjönek, és akkor... Amúgy imádom a Rick és Mortyt, egy pillanat is elolvasom. Gyertek vissza! Gyere ide! Gyere ide! Pucoljatok, faszopók! Egy fél pillanat. Feltöltöm, és beviszem ezt a csajt, és utána elolvasok mindent, amit írtál. A félig megvan. De el kell olvasnom. Már 90%-os. Ezt be kell vinnem, és utána elolvasom, szóval ja. Meg beragadt ide, bazdmeg. Jó, a barnban senki nem fog minket zavarni. Na várjál, most kezdem összerakni. Kezdem összerakni. Amit mondasz, hú, mekkora tüze van, basszus. Szóval. Igen. Igen. Igen, Beth-nek a hangját, azt tudtam. Mint hogy igen, tehát nem mondtam volna meg, hogyha megkérdezett, hogy kiadja a hangját, de igen, olvastam rólam. Igen, angolul néztem, meg magyarul is, de angolul néztem végig az egészet. És amúgy igen, és nem böfögnek bele magyarul. Az angolban pont az a jó, hogy néha még részegre is issza magát a csávó. Várjál. Nem látok semmit. Jó. Ó, itt egy kocsi is. Na szóval. Gyere. 91%-os. Kihúzzuk az estét. Farkasok és minden nélkül. Várjál, van emelet. Lehet, hogy érdemesebb lenne őt emeletre lerakni. Én úgy arra várok már, hogy találkozunk a betulájával, vagy kiatökömmel. Hát ez nem éppen ágy, akkor úgyhogy lerakjuk lent. Melegszünk, az fúj, jó. Mindre szépen le is rakjuk. Jó. Nem tudok indoor. Firetruck, jó. Akkor picit lootolunk. Hope nobody needs this anymore. Én azt nem hallottam, hogy többnyire, azt tudtam, hogy szokott. Vagy hogy egyszer mindenféleképpen az volt. Ezt most picit kialudt. Elúsztatjuk, és azt a lámpát, amit találtunk. Azt kurvára. Ez az a lámpa.
Illetve elfelejtkeztem a csajról. Hű, várjál! Most látom, hogy mi van az asztalon. Na, pont 93%, megnézzük, hogy mi baja van még. Semmi. Innentől már érdemes lenne, hogy a saját lábán belünk ennie. Na, benézzünk a kocsiba. Itt van egy bedroll, ez hány százalékos? 80. Megnézzük a miénket. Jaj, nem, majdnem amúgy. Ezt néztem, jó, hogy szólsz amúgy, de ha nem vettem volna észre, akkor még jó, hogy szólsz. Körbejárjuk, hogy mi jó dolgok vannak itt. Aja. Mindjárt kipróbálom amúgy, hát hogy indulok ki tudom. Mi a csajra kurva nem adtuk semmi, na semmi ruhát. Nem baj. Hoho. Ez két nyíl. Euroshaft. Na várj, mindjárt csinálunk akkor izét. Ó, ha. Jaj, közben kirázott élet. Elég lassan csináljuk mondjuk. Basz meg. Hát igen. Ezt most be kell nyomni. Ez csak kevés ideig jó. Egy 100%-os pry bar. Kicserjük majd a másikra. Hoppá. Ugh, ezek olyan ládák, amik voltak a üzénél. Zsír. Na. Scrap metal. Forest Stalker Collectible. Ó, akkor ebben ez megint lesz még egy izé. Nem baj. Jó. Jaj, ez ilyen életmentő csomag volt. Hát így most bent nem tudok tizet rakni, ez megoldaná a fény problémákat. Néztem mindent? Igen. Ilyen fény problémát ez nem oldotta meg, mindegy. Ott jön be fény az ablakon, szóval... Én most szépen lerakom az ágyat. Hol a bedrollom? Biztos, hogy nem hagytam ott. Nagyon okosak leszünk. Gwen 100%. Akkor takarodjál fel a lábadra, álljál föl. Micsoda? Backpack? Nem tudom, hogy hova tűnt a bedrollom, lehet ott hagytam amúgy. Alszunk egy jót. Majd amikor világosabb lesz. Másnap remélhetőleg. Nincs semmi baja? Szomjas, hol van? Nem látok egy kurva szót sem. Na. This might be serious. A sötétben tud diagnózist felállítani, mi? Get some rest now. You need it. Na mi 100%-os a csaj? Mit
faszkodunk itt még vele. Várj, álljátok, hogy megfordulok. Nem. Kell fény. Viszont van 70 darab gyufánk. Szóval, bedról. Alszunk 4 órát. Elmész a picsába. Azt tudjátok mi volt? Na kezd fölkelni. Azt tudjátok mi volt ez a hang? Várom a választ. Hát ha. Kíváncsi vagyok. Lehet, hogy így sok az idej. De megvárom a válaszát, ha... Let's see what's wrong here. Nem. Hát Aurora volt. Az bizony nagyon kemény Aurora volt. I've done what I can. It's okay. Az én. It's okay. Egy pillanatra felsejlett az Aurora zaj. Itt is. Picit nagyobb most a díj, de nem baj. Elkezdett minden. Nem volt fény, hanem csak ilyen kis Aurora zaj volt. Tudod, amit hallottunk a harmadik részben, amikor elkezdtük a második részt. Nem, a harmadikat. Amikor elkezdtük a... Nem. Mindegy, ott a egyik résznél. Mert ez ugye a harmadik most. Mert amikor léptünk át a másodikba. Na mindegy, szóval, ja. Map. Várjál, picit eltávolodok. Hol a füst, amíg azt kéne nézni. Ez amúgy arra kéne menni. Mintha. Attól átellenben, akkor arra fele. Minden nem látom, hogy van nyíl, baszki. Minden van már, nem csak egy nyíl. Igen, igen, igen. És az volt itt is most. Pedig nem az első esténket töltjük. Meg a gáton, igen, igen. Ó, állj fel a lábadra, azt hajrá. Kezd picit már az agyabra menni. Át kéne kelni ezen a hídon. Hát figyelj, ráhúztunk még egy jó 2 órát a izére. De egyet minimum. Arra, hogy most megyek. Hogyha odaértünk, megígértem, hogyha odaérünk, akkor vége. És holnap onnan folytatjuk tovább, ami szerintem már több lesz, mint az eddigi Completion Viewer-je. Most 50%, és szerintem több lesz sokkal. Most már engem sem érdekel, én már nagyon szeretném, hogy odaérjünk. Mint én nem azért, hogy élvezem a játékot iszonyatosan. What? Egy kis kacsa csőrű, amúgy is jól látom. Közben itt, ja. Erre most már látnom kéne a várost, nem? Ja, erre. Aha, jó, nem szóltam. Mi ez a...
Mi ez a kiakadás? Én ezt annak látom, hogy ez egy alvó kis cica, vagy nem tudom. Na jó. Pff. Azt a kurva. Ezt mindenek láttam, csak annak nem. De köszönöm, hogyha ez bóknak lenni. Wow, és még ilyenkor is be tudnak ugrani emberek. Üdv, welcome. Na mi jaj? A kezek nem érteni semmit. Lehet, hogy tízet még kell majd rakni. Köszi a vadot. Ott mindent meg tudsz nézni. Ebből az lesz még egy tűz. Hát egyrészt itt a pulton. Itt a pulton látom, hogy egy néző, két néző, stb. Illetve nekem van itt az Xbox képernyő jobb felső sarkában, ahová én ugye raktam magamnak. Ott előbb jelenik meg, mint a tableten nekem. De ott írja mindig, hogy hányan néznek éppen, pontos számot. Úgyhogy ott. Na, már itt vagyunk. Hú, basszus. Kurva kerítés. Megérkeztünk. Aha. Baszom. Aha, nekem még kettő. De mégis lényegtelen. Ezért szoktam így néha köszöngetni. Igen, mert nekem neked szerintem frissítened kell ahhoz. Pont el is fogyott a minden. Ez az. De jó. Ó. Oh. Ez a place így. Aha. Ránk nézett, hogy ezt tök jól csináltak. De papper, nem azt mondta, hogy konzultáljunk? Administer. Insulin. Ja, akkor be kell adni. Melyik a Dimitri? Ez volt az, várjál. Nem. Nem. Ez a Dimitri. Gonosz zene. Ja, amúgy picit olyan volt. Hogy csavargatja, hogy felmelegítse. Ideig bizony. Ó! Oh. És akkor most milyen kurva jó fejek, akik így jöttek, hogy...
didn't survive. Azt hittem, az ott egy szép. I'm sorry. I couldn't find them. Search for them, please. Hm. Vigyáztuk mindent. Ja, amúgy igen, ez a nestek nektek hó. Ennek hol a feje. Ja. Van még valaki? Neki még nem adtuk oda. Nem ez itt senkinek. Hát igen. I'm sorry. I found her. She's no longer with us. És az innentől mi egyre rosszabb lesz, figyelme. I'm sorry. I couldn't find who you were looking for. I hope they survived and they're safe somewhere. Szóval 2-3 embert nem találtunk meg. 2-t azt hiszem. Na, Pater, mi van? Kivel kell még amúgy beszélni? Velük beszéltünk, vele is. Vele is beszéltünk. Na, vele. I'm sorry. I couldn't find them. Please look for them. Akkor ez a 3. Nem tudom, hogy lesz-e még. Aha, ennyi volt. Várja, nem működünk rájuk. You made it. I prayed that you would. Yes, I made it. And I found another survivor. Hát csak vissza kellett töltenem az előző mentést. Found the insulin too. Thank you, my child. This is a big help. Weather's turning worse. I fear another blizzard is on the way. How can you tell? Officer. The farmers of Pleasant Valley have been part of my flock for years now. Over that time, you start to see the patterns of things. Blizzards are common this time of year. We're due for another one any day now. And then what? Normally, we'd hunker down with a stack of firewood, a full pantry, and wait it out. And now? Even with what you've done, we'll have to pray we survive long enough for the weather to clear. Prayer is your thing, Father. You handle that. Between yeah. The plane. Valakinek még nem feltétlenül vannak a háromnak, nem, de amúgy igen. Maybe between the two. Jaj, ne. We can keep these people alive. May God watch over you, my child. Mert oké, tényleg hozzuk nekik a királyságot, meg minden. Itt csak egy probléma van, az, hogy nem bírjuk el így se az utcainkat. Aha. Ó. Na. A következő a sztori. Itt most be fogjuk fejezni mára. Itt van, hogy miket kell hozni. Meg itt van a... Meg a 3 eltüntet. Így vagy visszahozzuk, vagy... Az jó lesz amúgy, hogy vissza kell azokat is hozni. Minden lófasz. Viszont, aha. Azok ezek is ilyen hordozósdik lesznek. Na hát akkor holnap úgy néz ki, hogy micsoda. Igen. Holnap be kell járnunk az egészet megint. És ki kell tisztítani az egész mapot. Én azt érzem. Igen. Chapter 3. Várjál, mentek. Cookie Pleasant az maradhat szerintem. Elmentettem. És kilépek, mert nagyon tetszik a játék.
Nagyon szeretem. Nekem egy problémám van most ezzel a részsel, mégpedig az, hogy szerintem ebbe kurva kevés energiát tudtak fektetni, vagy nem tudom. Mert hogy ez, hogy telepakoljuk a mappot, hogy igen, mentőst játszunk konkrétan. De hogy ez nem, ez gáz. Vagy nem tudom, tehát az, hogy kurvára nem raktak bele ezt a vitok, hogy a néninek is ott mászkáltunk az első részben. A második részben viszont nagyon mozgalmas volt, a másodikban is sokat kellett mászkálni. De nem tudom, nekem olyan, mint hogyha próbálják. Igen, igen, elnagyoltnak tűnik. Tehát, hogy mint hogy az egészet így húznák, mint egy tésztát. Tény, hogy így több ideig tart ki játszani, és úgy tűnik, mint hogyha két... Az első meg a második epizód ugye együtt jött ki. Az együtt volt egy ilyen 20 óra nekem kijátszani. Hogyha csak a sztorira koncentrálsz, és nem a túlélésre, akkor úgy néztem, hogy kb. 8 óra alatt ki lehet játszani azt a kettőt. Igen, igen, leköt konkrétan. És azon gondolkodtam, hogy lehet, hogy ezt a részt megpróbáltak egy ilyen extravaganzának, egy ilyen nagyon nagy résznek betudni. Azért, hogy igen, nem halad a sztori. Igen, pont ez a baj. Biztos, hogy fog valamennyire haladni, mert biztos, hogy csepegtetnek infókat jobbra-balra. Csak hogy... Ja. De hogy igen, ez a probléma, és lehet, hogy viszont ez a rész... Nem is tudom, mindjárt megnézem. Még csak 50%-nál tart. Nagyon hamar felugrottunk az 50%-ra. Nagy 50%-nál tart. És beleöltünk. Most lesz 4 óra. Mondjuk én tegyük fel, hogy 10 órát játszok egy résszel. Mert hogy azért körbe mászkálok, meg stb. És holnap nem hiszem, hogy 6 óra alatt végzünk. Tehát ez én azt mondom, hogy ez két napos meló, ezt így körbejárni. Hát most hány helyen voltunk? Három helyre tudtunk menni összesen. Olyasminek is mondanám, ez ilyen töltelék résznek. Tehát, hogy így challenges. Várjál, ez lehet, hogy izét tartalmaz a spoilert, csak itt el. Na mindegy. Szóval, hogy... igen, picit ilyen tessék-lássék, de szerintem direkt, mert hogy ez ugye a harmadik rész. Ez így nagyjából pont a közepe a dolgoknak. És öt rész lesz összesen. Az még nagyjából másfél-két év minimum, amíg az kijön. Ami azt jelenti, hogy mondjuk a negyedik részben még leszünk a csajja, az ötödikben meg ott lesz mind a kettő. Szóval ebben a részben a csajjal itt elkezdünk hülyeskedni, a negyedikben meg megpróbálom elmenni Perseverance Hill-be, és ott oda eljutni. Aztán meg az ötödikben kiderül, hogy mi történt a Chavez-szel. Ez csak az én gondolatom. Kiderül, hogy mi történt a Chavez-szel. Ott együtt összefognak, legyőzzük azt a gyökeret, és vége. Igen, én is remélem, hogy be fog indulni. Bár sokat szoptunk azzal, amikor elkezdett beindulni egy történet. Azért gondoljunk bele a medvébe is, meg nem tudom, tehát hogy azért... Ja. Na mindegy, én amondó vagyok, hogy nekem nagyon tetszik, még mostan sem, de mai napig nagyon tetszik. Közben én is felnéztem itt a streamre. Na egész jó, amúgy a hajam az hülyén áll, az tény. De most nem tudok mit csinálni. Ez most ilyen lett. Szerint így állóképnek tök jó. Igen, picit az arcom, és ha nem is pici, de lehet, hogy ebben a játékban nem rakom le. Mi van a táskában? Meg a fényjel mi van? Ja, hogy abban a táskában, a tatyóban, igen. A fémlófaszban mi van? Na jó, mindegy. Várj egy picit. Na szóval, itt talán jobb egy fokkal nekem is. Igen, tehát hogy mi van a tatyóban, az kurva erre érdekel.
Illetve, hogy mi a faszom az a fény, de az szerintem csak egy egyszerű interferencia. Illetve, hogy ja. Mi fog velük történni? Mi ez az egész földrengés? Mert itt most volt földrengés, szóval szerintem a következő részben emberrel a hátunkkal lesz földrengés. Tehát ezt így megjósolom. Nem tudom még. Mit akartam mondani? Ja igen, hogy majd lehet, hogy másik játékban, a következő játékokban lerakom valamelyik sarokba magamat, az majd a játék bizéjétől függ. De azt így stream közben szerintem nem is tudom megcsinálni. Várjátok egy pillanatot. Most lekerültem alulra, vajon? Most egy szünetem volt a stream. Igen, megnézzük. Mutatom újra. De nem kerültem le, akkor ez majd következőnél fog aktiválni, szóval le kell ejteni a streamet ahhoz, hogy lerakjam magamat. Mindegy. Szerintem. De mondd, hogyha nem kerültem le, vagy ilyenek. Vagy ha igen. Nem kerültem le, jó, nem baj. Szóval. Summa summarum, annyi, hogy... hogy a következő játékoknak a szavazási listáját, ezt összeállítom. Jajaja, okés. Köszi azért. A következő játékunknak a szavazási listáját ezt összeállítom, amit úgy megcsinálom majd holnap gépen, csak nem akart valamiért elindulni. Mindegy is, lényegtelen. Üdvözlet a három nézőnek, aki itt van. Szervusztok! Kövessetek be, illetve a VOD-nak a linkjét, hogyha illetve beküldöm én most gyorsan. Nézzétek vissza a vodot, és szeretettel várunk holnap titeket itt újra, hogyha sikerült utolérni valamennyire. De még egy ideig el fogunk játszogatni ezzel a játékkal, most vagyunk a harmadik epizódnál, annak is a egy részénél. Ja, úgyhogy és akkor azoknak a játékoknak a majd lent utána tudtok nézni a szavazásnál, és akkor minden király lesz. Mindent ki tudtak választani. Azt is próbáltam ilyen számomra olcsóbb vagy ingyenes, tehát számomra elérhető játékokat fogalmazzunk így, mert egyikért csak elfizetnem szerencsére, mert van ilyen, hogy Game Pass meg hasonlók. Szóval hogy ezek közül a játékok közül tudtok választani, legtöbbje story orientált, tehát egy full story. És van egy, ami egy ilyen puzzle, challenging puzzle game. A The Turing Test, vagy Turing Test, ami, hogyha eljutunk oda, akkor eljutunk oda, meglássuk, hogy mi hogy fog haladni, ki mire lesz kíváncsi, és van egy nagyon, amit én már kiválasztottam, egy nagyon jó, amit én már kiválasztottam magamnak, hogyha szeretnénk, akkor későbbre hagyjuk, hogyha szeretnénk, akkor előbbre hagyjuk, vagy előrébb vesszük az egészet, majd kiderül. Amúgy érdekességképpen oda repült egy varjú, egy olyan varjú, ami pont ugyanúgy és pont szinte hasonlóképpen repült oda, mint ahogy megmentette a csajnak az életét, Astridnak. És már krákok, hogy miért akarod csinál. Károk. Jó van. Köszönöm a mai figyelmet. Elsősorban. Holnapra összeállítom a cuccost, holnap lehet szavazni. Facebookra is lehet, hogy kiteszek egy szavazást. Hát ha valaki bele bukkan, és akkor így, you know. Ő is benéz. Illetve holnap nem tudom, hogy mi lesz a terv. Lehet, hogy holnap is tolunk egy ilyen kis 8-tól 9-ig, vagy 10-ig, 8-tól 10-ig lévő kis első etapot. Utána toljuk a COD, a Rocket League dolgokat. Ez lehet, hogy így picit már fixálódni fog.
És akkor utána, este így egy környékén mondjuk, addigra mindenki elintézi minden dolgát, és akkor egytől pedig akkor fogjuk tudni folytatni ezt. Viszont eléggé kezd hajnalodni, nem csak a játékban, itt mögöttem is, most nem húzom fel emiatt a redőnyt, úgyhogy én elmegyek aludni, elköszönök. Nagyon szépen köszönöm a támogatást és a mai figyelmet, és hogy ma mindenki itt volt, meg azért voltunk pár annál. Igen, én is tükönrök már a sztorival amúgy. Wow, ez nagyon jó volt. Nagyon jó a dinamikája a füstnek. Igen, hajnalodik mindenhol. Vagy itt nem tudom, hogy itt megy le. Itt lehet, hogy megy le. De hogy ja. És tényleg egy dalszöveggel indulsz? Szóval, igen. Igen, bezony. Úgyhogy én most elköszönök, köszönök szépen mindent, köszönöm, hogy mindenki itt volt. Nagyon jól éreztem magam, remélem ti is jól éreztétek magatokat. Holnap várok mindenkit vissza, 8 óra magasságában. Irányozóban 8, és akkor még értekezünk napközben. Jó van. Na, szóval köszönöm mindenkinek a figyelmet megint csak. Köszönjük, hogy itt voltatok, és jó éjszakát mindenkinek. Aztán aki szeretne, az holnap jön, és holnap találkozunk 8 órakor. Na. Sziasztok!